biológus végzettségű informatikus, a Szkeptikus Társaság tagja. És mielőtt belevágnék a mostani előadásba, előtte legalább egy bejelentés, hogy aki a földnapja alkalmából a tudományért akar sétálni, tudósokkal és tudománykedvelőkkel, az szombaton fél négykor MTA elől indul a menet, de fönt van a Facebookon is a meghívó, úgyhogy ott meg lehet nézni. Láttam, hogy biciklisekkel is volt probléma, de én mondtam nekik, hogy kikerüljük egymást, de egyébként lehet Bike for Science is, tehát biciklivel is lehet ugye tudományért kerekezni szerintem, úgyhogy talán nem üti egymást a kettő. No, a mostani előadásomnak úgy tűnik, hogy provokatív címe van, pedig egyáltalán nem az, ez majd ki fog derülni. Tehát inkább egy konszenzus kereső ez a cím, de nem úgy tűnik, ezt elismerem. Pláne azzal a sünivel, amit a Facebookon is föltettem. Mindenesetre érdekesen jutottam el ehhez az előadáshoz. Eredetileg az történt, hogy egy ilyen 10 évvel ezelőtt kezdtem el az akupunktúra irodalmát nézni, a kutatási eredményeket, klinikai vizsgálatokat és az egyéb irodalmat körülötte, valamivel azelőtt a homeopátiát. És úgy döntöttem, hogy akkor fel a dolog, hogyha eljárok az akupunktúrák előadásaira, úgyhogy elkezdtem megnézni, hogy mi van, és a Magyar Akupunktúr Orvosi Társaság kongresszusára jelentkeztem, ahol először nem sikerült, ismerős volt a nevem, de hát aztán kiderült, hogy ez így nem korrekt, úgyhogy a végén beengedtek, és elhangzott az, hogy nem feltétlen tudják a testi épségemet garantálni, ami hát mosolyogtató volt, mert én tudtam, hogy én miért megyek oda, tehát igazából nem féltem én ettől, nem is kellett, mert hát beültem szépen, és hátsó sorban hallgattam tisztességesen, tehát nem trollkodni mentem oda természetesen. Ennek ellenére tényleg megtörtént a dolog, mert akkor a társaság alelnöke, orvos, akupunktőr, szegény meghalt azóta, tartott egy előadást, ami engem nagyon érdekelt, mert ő azt hiszem valami fekete öves harcos volt, és az volt az elmélete, hogy a ilyen harcokban igazából az akupunktúrás pontokat ütik, és ezt így olyan nagyon komolyan nem vettem, de maga az egész érdekes volt, hogy egy érdekes ember, és egyszer az előadás egy pontján azt mondta, hogy hát ő szeretne egy demonstrációt, bemutatót tartani erről, és hát én ugye a leghátsó sor, legtávolabbi sarkában ültem tök csendesen, de azonnal tudtam, hogy mi lesz, úgyhogy körülnézett, és akkor azt mondta, hogy ott van egy szkeptikus, akkor az jöjjön ki. Természetesen nekem mosolyogva ki kellett mennem. És akkor üdvözöltük egymást, utána megfogta a kezemet, és körülbelül egy femtoszekundum idő alatt én nem voltam a földön körülbelül, de hát ez természetes volt. Olyan fájdalom a kezemben, hogy csak na. Most ez volt a bizonyíték, hogy az akupunktúra működik. Én ezt persze mosolyogva vettem már, amit épp a fájdalom mellett tudtam, de maga az előadás egyébként érdekes volt, tehát ilyen értelemben tényleg nem tudtam teljesen elkerülni a fizikai bántalmazást, de hát azért ez nem a bántalmazásért történt, hanem egy demonstráció volt. Minden esetre elmentem a következő évben is, és én ilyenkor ugye azért fizettem a költségeket, a belépődíjakat, a hotel, utazás, stb. Úgyhogy harmadik évben már úgy gondoltam, hogy most biztos, hogy menjek el még egyszer. Egyébként senki, aki szkeptikus a témában nem volt soha ezeken a konferenciákon, és ezért gondoltam, hogy legalább el kéne menni, és hát vaciláltam, amikor is kaptam egy telefonhívást a MAOT elnökasszonyától, hogy az elnökséget nagyon piszkálja ez, hogy én miért járok oda, mi a célom, és ez azt szavazták meg, hogy tartsak egy előadást ott a
a kongresszuson, ami hát persze egy elképesztő lehetőség volt számomra, és én ezt nagyon komolyan is vettem. És akkor készítettem egy előadást, amit ott meg is tartottam. Nagyon kellett figyelnem, mert 20 percen volt összesen, és ahhoz képest, hogy ez egy 2,5 napos kongresszus volt, és ahol semmilyen, tényleg ezt komolyan mondom, semmilyen igazi vita se volt, tehát nem csak az, hogy kritikus, de vita se volt nagyon egymással. Nekem ottan valamit, azt a címet adták, hogy tudom én, szkeptikusan az akupunktúráról, ezt ők adták, és ezt nekem 20 percben el kellett mondani, tehát egy nagyon kicsi szeletről tudtam, hogy egy nagyon kicsi szeletet kell előszednem, és ráadásul jó föl kell készülni rá. Úgyhogy én ezt meg is tartottam, nem volt kérdés egyébként utána, ami nem jelenti azt, hogy egyetértetek velem természetesen, sőt azt se jelenti, hogy igazam van. Oda jött hozzám egy-két fiatalabb akupunktőr onnan, és tulajdonképpen pozitív visszajelzést adtak. Tehát legalább az visszajött, hogy nem érezték inkorrektnek az előadást, és ez, azt hiszem ebben a kontextusban ez egy elegendő visszajelzés volt. No, hát ez már 5 éve volt, azóta is történtek dolgok, én követem azóta is az irodalmat, követem azóta a törvénykezést, meg ami változás történik. Én úgy látom, hogy nagyon sok változás nem történik, de azért én felfrissítettem ezt az előadást, és egy picit hozzátettem, mert itt azért talán nem 20 percen van, hanem mondjuk egy órán, tehát abba azért bele fog férni egy picit több, nem sokkal több, mert nem akarom nagyon tágítani a kör, de azért ki fogok tudni utalni. Egy olyan diával kezdem, amit ott nem adtam elő, de én ilyesmit mostanában fontosnak tartok. Tehát én itt most kritizálni fogok valamit, ami az egyik legelfogadottabb alternatív orvosi módszer, és éppen ezért szükségesnek tartom megemlíteni, hogy tudom azt, hogy bizonyos dolgok vannak, és én ennek ellenére fogom kritizálni, tehát nehogy valaki azt gondolja, mert ilyeneket szoktam hallani, hogy merem én kritizálni, amikor ez meg ez. Igen, a következőket tudom, és ennek ellenére tudományos kritikát fogok mondani. Az egyik az az, hogy törvényileg az EU-ban is és Magyarországon is szabályozott az akupunktúra, tehát nem kuruzslás. Szokták azt mondani a tudományos oldalon, hogy ezek kuruzslók, nem kuruzslók. Mert ugye az a kuruzslás, ha valaki engedély nélküli orvosi tevékenységet végez. Magyarországon ráadásul a szabályzás olyan, hogy csak orvos végezhet akupunktúrás kezelést. 1989 óta az akupunktúröknek nem tudom milyen tág körben, de hát létezik ez az Akupunktúrás Orvosok Társaság, ami egy igen nagy társaság, ők rendezik a magyar kongresszusokat. 2004-ben az MTA orvosi osztálya nyilatkozott, amit most meg volt weboldalon is, de direkt egy beszkennelt régi dokumentumból szedtem ki, ahol átvették az alternatív medicina különböző ágazatait, és valamiféle nyilatkozat, állásfoglalást tettek róla. És az az érdekes, hogy az akupunktúra, hát úgy, mint hagyományos kínai orvoslás, az első csoportban van, azt mondják róla, hogy a tudományos megalapozottság megítéléséhez már elegendő információ áll rendelkezésre, illetve további tudományos megerősítés várható. Hát a mondat első feléből akármi lehetne, ugye ott negatív is lehetne, de a második feléből érezhető, hogy ők úgy gondolták, hogy már elegendő igazolás történt, és ezt gondolták a hagyományos kínai orvoslásra és még néhány más eljárásra. Vannak itt filozófiai alapon nyugvó eljárások, mint például a homeopátia, meg ilyesmi, amelyeket alacsonyabb szintre sorolták. Gyakorlatilag semmiről nem mondták azt, hogy úgy tűnik tudományos, hogy nem működik. Bár némelyből ki lehetne hallani. Én azért ezt elég furának tartom, azóta egy kicsit máshogy nyilatkozott az MTA néhány ügyben. A Semmelweis Egyetemen tanítják, őszintén szóval pontosan nem tudom, ha van itt valaki, majd aki tudja, hogy pontosan mi folyik, az elmondhatja, mondjuk a beszélgetés során majd végén. Tudom, hogy különböző próbálkozások voltak, hogy a rendes kurzusban is van, de hogy azon kívül fizetősen olyanoknak, akik akár nem is orvosok, ebből nem tudom, hogy megvalósult-e.
én jó pár éve olvastam híreket, ez például orvosoknak van azért, ha jól értem, de ez is már 3 éves, vagy 4 éves, tehát nem nagyon néztem utána, biztos, hogy valamiféle képzés van. A Pécsi Egyetemen is tanítják, és itt egy kicsit nekem zavaros a dolog, mert én úgy tudtam, hogy a orvosi karon, és onnan átvitték a természettudományért, de most úgy látom a weboldalakon, mintha továbbra se a természettudományi lenne. Tehát van a dietetika és komplementer medicini tanszék, ami Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar táplálkozástudományi és dietetikai intézet része, illetve a hagyományos kínai orvoslás Konfuciusz intézete. Tehát ezek ott vannak, tehát magyarul egyetemek is leteszik a voksot az egyetem mellett, a módszer mellett. És az egyik nagyon fontos dolog, hogy az egészségügyi világszervezet is egy nagyon pozitív álláspontot közölt az akupunktúráról. Most megpróbálom azt gyorsan megkeresni, mert nem tudtam igazából ezt kimásolni, mert olyan hosszú. Tehát én csak azt mutatom meg, hogy itt vannak azok az eljárások, hogy betegségek és elváltozások, amiket lehet akupunktúrával kezelni. Az egyes csoport az azok, amelyeknél az akupunktúra már bizonyítva van kontrollált klinikai vizsgálatokkal és effektív eljárás. És hát az ember megnézi, azért itt minden van. Néhány dologról beszélni fogunk ezek között, de egész különleges. Tehát magyarul nagyon úgy néz ki, hogy elég sok mindenre lehet használni. Aztán a kettes kategória azok, amelyeknél a terápiás hatás az már belett mutatva, de még azért további bizonyítékok szükségesek. Tehát ez is egy igen pozitív rész. Hát itt a sokféle fájdalom, ugye meg ilyesmi van, de asztmától kezdve orvosok segíthetnek itt az összes fordításban. Nagyon sok minden van. Herpes. Ugye hát a hízás. Sok minden. Skizofrénia. És különböző függőségek. Whooping cough, az a szamárköhögés, ugye? És akkor a harmadik, az, ami már eléggé negatív, azok, amelyeknek csak egy-egy kontrollált vizsgálat van, amelyek mutatnak bizonyos hatást, tehát csak kevés van, de azért ezeknél érdemes vizsgálni, tehát használni ezeket az eljárásokat. Színvakság, sükettség, stb. És aztán a legnegatívabb, ahol az akupunktúrát meg lehet próbálni, mert bizonyos körülmények közt meg lehet próbálni, hát még itt is föl van sorolva, most akkor az ember várja, már mondjuk nem feltétlenül azt, ahol ne használják, de nincsen. Tehát, de magyarul azért azt szeretném itt megmutatni, hogy van egy szemlélet, hogy az akupunktúra tényleg nagyon széles területen használható. Tehát ez az egyik nézete a dolognak, hogy tényleg gyakorlatilag majdnem minden területen, nyilván ez most túlzás, de lehet használni az akupunktúrát, és hogy ezek gyakorlatilag már bizonyítékokkal rendelkeznek, különböző szintű bizonyítékokkal rendelkeznek. Ezt mondja a WHO. És azt is hallottam, hogy az amerikai hadseregben is tervezik használni, ez a Battlefield Acupuncture, azaz a hadszíntéri akupunktúra, vagy hogy lehet ezt mondani. NASA-nál nem. De nem, én most nem akarok viccelni, utána néztem, mert ezt tényleg hallottam, más több évvel ezelőtt, és az az érzésem, hogy azért nem történik az, mint amit egyébként szerintem gondoltak, hogy ez most gyorsan meg fog történni, hogy tényleg amikor ugye kint vannak a hadszíntéren
ott vannak, valaki megsérül, és akkor egy fájdalomcsillapítás, vagy akármit kell elvégezni, és tényleg még nem érkeztek oda a gyógyszerekkel, minden, akkor gyorsan valamit lehet csinálni, amivel legalább egy ideig szinte lehet tartani az állapotát, vagy a romlást meg lehet akadályozni. Szerintem ilyen nincsen, de az is lehet, hogy van, mert ugye hát a hadseregnél a franc se tudja, hogy mi történik. Viszont Battlefield Acupuncture-ről már lehet tanfolyamokat elvégezni. Amerikában ezt árulják, nem orvosoknak, hanem két nap alatt elvégeztet. Na, ezt félretettem, ezt nem akarom kritizálni, ezt szerintem egy akupunktor is bőven kritizálná, tehát ez, itt szerintem egy oldalon vagyunk. Azt nem tudom, hogy mennyire ment bele, de hát ez a lista azért nagyon impresszív. Tehát egy ilyen lista után azt mondod, hogy én kiállok ide, és hát akkor hozzáteszem ugye biológus végzettséggel, tehát nem orvosi végzettség, kiállok ide, és valami kritikát próbálok mondani, hát ez merésznek tűnik. Majd kiderül, hogy mennyire tudtam korrekt lenni, és tájékozottnak, mennyire tűnök tájékozottnak a dologban. A 5 évvel ezelőtti előadásomban ott tényleg nagyon fókuszáltam, és azt mondtam, hogy csak a klinikai vizsgálatok értelmezésével fogok foglalkozni, azoknak az eredmények az értelmezésével, holott nekem van egy olyan álláspontom, hogy soha nem lehet egyedül a kísérletek eredményéből komoly tudományos következtetést levonni. Mindig két dimenziója van a dolgoknak, és ezt próbáltam itt ábrázolni speciálisan az orvosi vizsgálatokra. Az egyik az, amiről szó van, hogy a bizonyítékoknak mennyi az erőssége, tehát a különböző vizsgálatok milyen minőségűek, mennyi van, mennyi negatív, mennyi pozitív, és ezeket hogy kell értékelni. De én úgy gondolom, és erről azért lesz ma szó, nem ez lesz a fő téma, hogy a háttérmechanizmus is nagyon fontos. Tehát, hogy mennyire ismerjük, és hogy mennyire valószínű az a háttérmechanizmus. Tehát, hogyha valami nagyon valószínűtlen, és most akkor a semleges témát hozok, a homeopátiát, mert nem az előadás témájait. Ott például elképesztően valószínűtlen a hatásmechanizmus, hogy a víznek memóriája lenne. Tehát, de az akupunktúránál hát nem annyira, mert hát ott mégiscsak, bocsánat a kifejezésre, szurkálnak, tehát ott fizikai hatás van. De itt is azért, tehát a lényeg az az, hogy szerintem, és ebben majd bele fogok menni, egyszerűen nem lehet végső döntést hozni, vagy legalábbis végsőhöz közeli döntést hozni, a végsőt soha nem lehet a tudományban, anélkül, hogy a hatásmechanizmust, tehát hogy működik, azt is belekeverjük a dolgba. Mindenesetre ez a táblázat azt mutatja, hogy van egy olyan csoportja ezeknek az orvosi eljárásoknak, amelyeknél az elmélet nagyon valószínűtlen, nagyon ellentmond az eddig ismereteknek, vagy abszolút nem mondanak róla semmit, vagy össze-vissza, és bizonyíték is kevés van. Hát ez oké, ebben azt hiszem egyet érthetünk, hogy ez, hogy itt ugye hát nincs se bizonyíték, se elmélet, akkor ez, ha valaki ilyet akar eladni, az valószínűleg kóklerség. Viszont elképzelhető az, hogy az elméletet nem ismerjük annyira, nem tudjuk, hogy működik, de erős bizonyítékaink vannak, tehát tényleg nyilvánvaló bizonyítékok vannak, mármint arra, hogy működik, tehát klinikai vagy valami terápiás eredmények. Hát akkor azt mondhatjuk, hogy hát akkor ezt lehet használni, majd reméljük, hogy hamarosan megtudjuk, hogy fog működni a dolog, és nyilván rá is ugranak kutatók, hogy működik, mert hogyha rájönnek egy kicsit, akkor még hatékonyabbá tudják tenni, csökkenteni tudják a mellékhatásokat, stb. Aztán vannak olyanok, amelyeknek tudjuk, hogy igen, ennek így kéne dolgoznia, működnie, de nincsenek bizonyítékok rá. Hát ez azt hiszem, hogy a gyógyszeriparban vannak ilyenek, amikor ugye meggyártják azt, hogy én tudom, hogy ilyennek kéne a mechanizmusnak lenni, ha ezt végigcsinál, és megcsinálom belőle azt a szert, akkor annak működnie kell. De nincs rá bizonyíték. Aztán, hogyha megcsinálják ugye a teszteket, akkor vagy kiderül, hogy működik, vagy kiderül, hogy nem működik, majd akkor átlép máshova ez a szer. És vannak azok, amik hát a legjobb volna, ugye, hogy erős bizonyítékaink is vannak, és tudjuk is, hogy működik, és az ráadásul olyan, ami az elfogadott tudomány keretein belül van, az a jobb felső, az lenne a legjobb. De hát nyilván nem mondanám azt, hogy a ma használt gyógyszerek, ugye azok mind abba a kategóriába esnek, vagy eljárások és gyógyszerek mind abba a kategóriába esnek, de hát reméljük, hogy nem ide, ugye, tehát...
ahogy mondtam, nagyon gyakran hallom azt, hogy lehet, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, de működik. Ez egy nagyon gyakori mondás. Egyébként részben meg is értem, és ezt szokták ugye az egyik, amit én azt mondom, amit így leszoktak rakni, így kicsapják a kártyájukat, az adójukat, hogy a acetilszalicilsav, az aspirin hatóanyaga, tehát arról se tudták sokáig, hogy hogyan működik, mégis hatásos volt. Tehát tényleg úgy tűnik, használták, hatásos volt. És akkor innen szokott tovább menni ugye az érvelés, hogy én sem tudom, hogy a módszerem hogyan működik, de attól még működik. Na most ez egy hamis érvelés, ugye, mert attól még, hogy a szalicilsav esetében ez konkrétan bejött, attól még nem biztos, hogy a másiknál, amelyiknél nem tudom, hogy hogyan működik, be fog jönni. Tehát ez bizonyítékként semmiképpen nem használható. Minden esetre amit itt most beszeretnék dobni, és mondom, nem erről szól az előadás, de azért úton-útfélen szó lesz róla, hogy én úgy gondolom, hogy amikor itt komolyabb vizsgálatokat kell végezni, tehát nem egyszerűen csak arról, hogy hogy mit tudom én, a lázat tényleg levitte, vagy nem, és ez mindig bejön, hanem egy kicsit bonyolultabb kérdéseket teszünk föl, akkor egyszerűen, ha vizsgálatot csinálunk, és nem is tudunk vizsgálatot tervezni se, ha nem tudjuk elképzelni, hogy hogy működik a gyógyszerünk. Tehát nem tudjuk, hogy akkor most mennyit kell adni, milyen körülmények köz, kiknek kell adni, stb., milyen dózisban kell adni, és a eredményeket se fogjuk tudni értelmezni, mert az eredmények soha nem olyan tiszták, mint ahogy szeretnénk, és akkor valamit elemezni kell, hogy az eredmények milyenek, és akkor nagyon-nagyon jól jön, ha tudjuk, hogy mi mit gondolunk arról, hogy működik az eljárásunk. Nem kell, hogy abszolút biztosak legyünk benne, de valamit kell róla tudni, különben azt meg se tudjuk mondani tulajdonképpen, hogy működik-e vagy hogy mi az eredménye a vizsgálatunknak. Most egész konkrétan akkor az akupunktúrára rátérnék. Azt mondhatnánk, és ezt sokan mondják nekem, hogy az akupunktúra működik, ők ezt megtapasztalják, és egészen biztosak benne. Elismerik, hogy nem tudják, hogy hogyan működik. Van, aki nem ezt mondja, de van, aki azt mondja, hogy elismeri, hogy nem tudja, hogy hogyan működik, mert ő nem gondolja, hogy csí meg meridiána, stb. De attól még működik. Na most én azt mondom, hogy ez így rendben van, de nem igaz, hogy semmit nem tudnak, vagy feltételeznek az akupunktúrak az akupunktúra működéséről, és ezért én azt mondom, hogy tulajdonképpen pont az akupunktúra definíciójának a része az, amivel ők leírják azt, hogy működik az akupunktúra. Tehát ugye egyszerűen nincs értelme akupunktúráról beszélni, hogyha nem beszélünk arról, hogy ott meridiánokon az a kíne, hát most tudom, megszívnak, mert van, aki energiának nevezi, van, aki nem, ugye a ki pangásának, a speciális pontokon való szúrásával tehát annak a megszüntetés az akupunktúra lényegi eleme, és a hagyományos kinyelő orvoslás diagnózisának egyik fő célja, hogy a pontokat meghatározza. Tehát, hogyha valaki oda megy, és megvizsgálják, speciális ugye hagyományos kínai orvoslás módszerekkel, akkor ha akupunktúrás kezelésbe folytatódik a dolog, akkor az egyik eredménynek annak kell lenni, hogy megmondják, hogy melyik pontokon kell szúrni ahhoz, hogy a ki pangásának, a ki blokkoltságát ugye meg tudják szüntetni. Kiáramlás blokkoltságát meg tudják szüntetni. És a másik dolog az, hogy a pontot megfelelően kell ingerelni, és ezt az úgynevezett de-ki érzés, ami egy nagyon speciális érzés jelzi, és ennek speciális jellegzetességei vannak. Ezek fontosak ahhoz, hogy itt akupunktúráról beszéljünk egyáltalán, hogy akupunktúrás kezelésről és diagnózisról beszéljünk. Ezt nem kis ujjamból szoptam, hanem az egyik Magyarországon is elérhető könyvből, ami a kínai akupunktúráról szól. Konkrétan ezek a mondatok vannak benne. Az optimális hatás elérésének az a feltétele, hogy a pontot exaktan megtaláljuk, és a de-ki érzést kiváltsuk. A pontok kiválasztása és szabályokba foglalása olyan előírás, ami az akupunktúra kezelés kulcsa. Tehát ebből csak azt szeretném mondani, hogy
igenis van elképzelés a hatásmechanizmusról. Ez alapján már el lehet képzelni, hogy mi ez az elképzelés. Tehát tudjuk azt, hogy ja, hát ez az akupunktúra, akkor most már tudunk akupunktúra teszteket tervezni, végrehajtani és értelmezni. Tehát enélkül nem lehetne. Azt szoktam mondani, hogy, és akkor most kiderül, hogy sündisznó meg ilyesmi, hogy kerül bele, hogy ugye például ha belelépek egy sündisznóba, az nem akupunktúrás kezelés, ugye? Vagy amikor a fakír lefekszik a szöges ágyra, akkor az nem akupunktúrás kezelés. Miért? Azért, mert nem volt meg benne, hogy a megfelelő pontokat megtalálni, és a megfelelő pontokat megfelelő módon kezelni. Tehát nem minden akupunktúra. Tehát mondom, az, ha megszúr a kaktusz, akkor az nem akupunktúra nyilván. Ez viccesenek hangzik, de fontos a továbbiakban. Hogy ez annyira fontos, hogy bocsánat a banális ábráért, de amikor az előadásomat meg szoktam erről tartani, akkor úgy utána derül ki, hogy komoly félreértések vannak még továbbra is ezzel, ezért betettem egy ilyen nagyon egyszerű ábrácskát, és akkor itt most lerántom a leplet a szurkálás kifejezésről, ami egyáltalán nem pejoratív akart lenni, csak nem fektettem be energiát, hogy valami jó orvosi kifejezést találjak rá, a latint vagy valami ilyesmit. Én úgy gondolom, hogy léteznek kezelések, amelyek szurkálás típusúak, és ez nagyon sokféle lehet. Majd még tágítjuk, és nem is feltétlen szurkálás. Lehet ez nyomogatás, meg ilyesmi. És ezek közül az egyik, és nagyon speciális, és nagyon komolyan meghatározott részhalmaz az, amit akupunktúrának neveznek. Hát nem véletlen az, hogy a orvosok, akik akupunktőrnek mennek el, azok még nem tudom, három vagy hány évet még ráhúznak, és ezeket a szabályokat megtanulják. Pont azokat tanulják meg, hogy mitől nem szurkálás az, amit ők csinálnak, hanem akupunktúra. Ugye, hát nagyon vázlatosan fönt, az előbb elmondtam, tehát, hogy meg kell tanulni a diagnosztikát, hogy azzal, ami ráadásul nem is a európai típusú diagnosztika, ugye meg kell tanulni, nyelvvizsgálat, pulzusvizsgálat, stb. És az alapján meg kell tudni határozni, hogy ha ezt tapasztalom, akkor ez a pont, tudnom kell, hogy az a pont hol van, különböző típusú embereknél meg kell tudnom határozni, és azt megfelelően kell szúrnom, megfelelő ismétlés számokkal, stb. Na, az az akupunktúra. Az összes többi az szurkálás. Az akupunktúra is szurkálás, mondom, nem pejoratívan mondom a dolgot, egy speciális szurkálás, amire ők úgy gondolják, hogy az azért ilyen szurkálás, mert ez az, ami hatékony. Ugye, tehát ez a lényeg. Tehát ilyen értelemben használom a szurkálás és akupunktúra szavakat, és ebből már azért látszik, hogy ez nem egy derogáló szó ebben az értelemben. Sőt, a végére akár tényleg fontos is lehet, hogy miért mondtam. Ezek alapján viszont már, ahogy mondtam, már lehet akkor tesztelni az akupunktúrát. Tehát, hogyha van elképzelésünk, hogy hogy működik, hogy mi a definíciója, hogy mi mit nevezünk akupunktúrának, akkor lehet tesztelni az akupunktúrát. És amikor ilyen teszteket végzünk, akkor többféle problémába ütközünk, amit én kérdések formájában fogalmaztam itt meg. Az egyik az az, hogy miért kell dokumentálni a kezelések eredményét? Most nem fogok vizsgáztatni, ugye nyilván sokan tudnának erre válaszolni. Ugye azért, mert az ember olyan, amilyen, hogy megjegyzi azt, ami neki jó eredmény, ami nem jó eredmény, azt elfelejti, és ez alapján aztán marha nehéz lesz levonni következtetéseket. Tehát az orvostudomány meg a tudomány annak az egyik alapelve, hogy hát dokumentáljuk a dolgokat, és így mindenféle kimenet meg lesz utólag, és tudjuk elemezni a sikereket és a nem sikereket, és azok pontos arányát is. Tehát nem csak a memóriánkra hagyatkozunk. Ezért nagyon fontos. A másik az, hogy miért szükséges kezelt és nem kezelt csoportokat összehasonlítani. Gondolom, ez is eléggé triviális, ugye? Azért, mert a betegségeknek van egy rendes lefolyása is, és hát el kell választani azt, hogy mi az, ami magától is meggyógyult volna, vagy magától is romlott volna, ahhoz képest, hogy a
kezelésünk milyen. Na most egyébként ebből adódik az egyik probléma, ugye, hogy soha nem beszélhetünk sajnos csak egyes emberekről. Akkor lehetne, ugye, hogyha valaki tényleg már meg tudná oldani, hogy párhuzamos világegyetemek legyenek, és akkor ugyanazzal az emberrel megcsinálnánk a kezelést, meg nem csinálnánk meg a kezelést, és akkor megnéznénk, hogy mi az eredmény. De hát egyre a fizika nem tart itt, úgyhogy ezt nem tudjuk. Tehát nyilván több emberrel kell végezni a kísérleteket. Miben kell különbözni a kezelt és nem kezelt csoportnak egymástól, és miben kell egyezniük? Miért? Tehát ez nagyon fontos, mert erről lesz szó a előadás többi részén, hogy a csoportoknak csak abban az egy dologban kell szabad különbözniük egymástól, amire a kérdést éppen föltesszük. Minden másban meg kell egyezniük egymással, mert különben, ha több dologban különbözik a két csoport egymástól, akkor a végeredményben nem fogjuk tudni, hogy most a kérdéses dolog miatt történt a változás, vagy a különbség, vagy pedig nem. Tehát például, hogyha kiderül, hogy az egyik csoportban jóval egészségesebb betegek vannak, a másikban a súlyosabb betegek, és akkor és közben kezeltük mondjuk akupunktúrával, vagy akármivel, akkor nem fogjuk a végeredményt tudni, hogy most a kezelésünk miatt volt-e a különbség, vagy pedig amiatt, hogy az egyikben hát amúgy is a súlyosabb betegek voltak. Tehát nem szabad, hogy a betegség súlyosságában átlagosan különbözzenek a csoportok. Ugyanígy kor, nem, meg egy csomó minden dologban lehetőleg egyeznie kell a két csoportnak, és majd még kiderül, hogy és még mennyivel több finomságban, hogy tényleg jó következtetést tudjunk levonni. A másik, hogy miért szükséges vak, illetve lehetőleg dupla vak elrendezést megvalósítani. Ugye ez azért szükséges, mert azt is észrevettük, hogy észrevette a tudomány, ugye, hogy ha a páciensek tudják, hogy ők mondjuk egy kontrollcsoportban vannak, tehát éppen a kérdéses dologban nem a kezelést kapják, hanem csak valami hasonlót, akkor ez befolyásolja őket abban, hogy alakul a sorsuk, hogy riportálják az eredményeket, vagy akár tényleg fiziológiai változásokat is tud okozni bennük, tehát lehetőleg nekik nem szabad tudniuk, hogy melyik csoportban vannak benne. A duplavak, meg triplavak, meg egyebek, az meg azt jelenti, hogy jó volna, ha egyébként a kezelő orvos se tudná ezt, sőt, az, hogy aki kielemzi majd az adatokat, az se tudja, hogy mi van, csak a legvégén, amikor föltörik a kódot, akkor derüljön ki. Ugye hát ennek is az az oka, hogy a kezelő orvos akaratlanul is máshogy viselkedik, ha tudja, hogy na ez a szerencsétlen, ez most a placebót kapja, vagy akármi, a másik meg a rendes kezelést. És ugyanígy, aki kielemzi az eredményeket, az se szabad, hogy tudja, mert ha ő nagyon szeretné, hogy sikeres legyen a kísérlet, akkor akaratlanul is, nem csalásról beszélünk, akaratlanul is a nem bináris dolgok esetén ugye kicsit torzíthat a véleménye. Miért szükséges véletlenszerűen hozzárendelni a pácienseket a csoportokhoz? Ugye randomizáltan azért tettem oda, mert ez szokott lenni, hogy randomized control trial, ugye, tehát hogy randomizált, kontrollált vizsgálatok. Azért, és ez a hasonló, az előzőben már mondtam, hogy lehetőleg, hát hogy véletlen se az történjen, hogy mi valami előzetes, akár szándékos, akár nem szándékos különbség alapján osszuk el a pácienseket, tehát hogy tényleg véletlenszerű legyen, és egyébként még ezután is meg szokták vizsgálni, pláne kisebb számok esetén, hogy na és ami kijött, az nem az jött ki, hogy tök véletlen, az egyikben csak férfi, a másikban csak nő van. Tehát szokták ezeket vizsgálni, de ez is ahhoz szükséges, hogy lehetőleg ne különbözzenek a páciensek egymástól a két csoportban. Most elszóltam magam közben, nem akartam, de elszóltam magam. Azt akartam volna mondani, de azért mondom, hogy gyakorlatilag, most már kénytelen vagyok ezt, mert gyakorlatilag, eddig nem ejtettem ki a számon azt a kifejezést, hogy placebo. Nem akartam, de véletlen az előbb egyszer kimondtam. Ez tényleg így van. A placebo az egy nagyon bonyolult dolog, amiről nagyon sokat lehetne beszélni. Amikor azt mondom, hogy két csoport van, akkor a második csoport az egy kontrollcsoport. Ugye azt kontrolláljuk, hogy ne a páciensek különbsége, ne a betegség lefolyása, a saját lefolyása miatt különbözzenek a csoportok, stb. Tehát itt kontrollokról van szó, a placebo ennek egy része, vagy egy
kicsit, tehát átfedő, de más dolog, majd fogunk róla beszélni, de igazából itt a lényeg az, hogy kontroll, és ebben az értelemben akár egy fizikai kísérletben is ugyanúgy kontrollról beszélhetünk, amikor valamit mérünk. Nézzük meg, hogy mire lehetünk kíváncsiak az akupunktúra vizsgálatánál. Alapvetően mondjuk kétféle dolog, hogyha nagyon fölülről, messziről nézzük. Az egyik az a diagnózis, tehát hogy ugye beszéltünk arról, hogy a hagyományos kínai orvoslásnak megvan a módszertan, hogy kell diagnosztizálni, és itt nagyon, tehát ugye erre mondtam, hogy a pontok kiválasztása és szabályokba foglalás olyan előírás, ami az akupunktúra kezelés kulcsa, tehát hogy meg lehet vizsgálni azt, hogy tényleg konzisztens ez, hogyha különböző orvosok végzik, akkor ugyanaz az eredményt kapják. Ugye, mint hogy két hőmérőt megnéznek, akkor az ugyanazt a hőmérséket fogja adni, két vérnyomásmérőt meg, akkor az ugyanazt a vérnyomást fogja adni, két orvost, akkor sebészt, vagy akármi, akkor ugyanazt a diagnózist adja el. A másik pedig a kezelés, ugye, hogy hát tényleg oké, ha most megvannak a pontok és szúrjuk őket, akkor az alkalmas-e egy betegség gyógyítására, vagy valami betegség megelőzésére. Én most elsősorban a másodikkal fogok foglalkozni, röviden visszatérek az elsőre, mert igazából az volt a kérdés, hogy hatásos-e az akupunktúra vagy sem, tehát a másodikkal fogok foglalkozni. Már az eddigiek alapján azért, ugye a kontrollról beszéltünk, akkor már föl lehet vázolni akkor most már egy kísérletet, hogy a kezelt ág, azaz az ág, abban a csoportban tartozó emberek, azok megkapják az akupunktúrás kezelést úgy, ahogy kell. A másik ág, az nem az van, hogy nem kap akupunktúrás kezelést, mert ugye akkor rengeteg mindenben különbözne a másik csoport, hanem kap kezelést, kap szurkálást, ugyanúgy, csak úgynevezett sem hamis akupunktúra kezelést kap, tehát hogy különbözőképpen lehet ezt csinálni, tehát hogy például nem hatásos pontokat kezelnek, tehát meghatározzák ugyanúgy, hogy ezt meg ezt a pontot kell szúrni, de just se azt a pontot szúrják, vagy nem akupunktúrás pontot szúrnak, vagy pedig úgy szúrnak, hogy elkerüljék a deki érzés kiváltását, tehát mondjuk nem elég mélyen, vagy valami ilyesmi módon. Fontos tudni, hogy a kontrollcsoport, és ezt még sokszor fogom különböző viszonylatban elmondani, a kontrollcsoport nem akupunktúrás kezelést kap, ugye? Nem felel meg az akupunktúra szabályának. Kap kezelést, de nem akupunktúrás kezelést kap. Ez nagyon fontos. Amit meg kell vizsgálnunk az, hogy a kontrollcsoport, tudunk-e kontrollcsoportot? Hát egy pirula esetében, nem mondom, hogy túl egyszerű, de azért ott meg lehet csinálni, ugyanolyan színű, ugyanolyan ízű, ugyanolyan mellékhatásokat kiváltó, ugye itt jönnek a problémák, de hogy csak épp az aktív szert nem tartalmazó pirulát adunk az illetőnek. De hát amikor szúrni kell, hát akkor hogy csináljuk azt meg, hogy ne szúrjuk igazán? Hát az fölvázoltuk, hogy körülbelül mit kell csinálni, de ez megvalósítható-e technikailag? Ez a nagy kérdés. És erre nagyon jópofa dolgokat találtak ki. Tehát például olyan tűket, ami úgy néz ki, hogy beszúrod, de nem megy be, sőt, még olyan változatot is csináltak, hogy állítólag dupla vak lehet, tehát az orvos se tudja, mert valaki beállítja neki, hogy ez most bemegye vagy nem. Ezt már nem vizsgáltam, hogy ez tényleg mennyire jó, de hogy a páciens szempontjából, hogy beszúrják-e vagy nem, illetve hát, hogy más pontokon szúrják, minden esetre meg kell vizsgálni azt, hogy a páciens tényleg vak-e. Ugye? Tehát, hogy a kezelés után ő mit mond? Mert hát, hogyha azt mondja, hogy ne röhögtessetek, ez nem akupunktúra volt, akkor már is borult a dolog, akkor már nem vak kísérletről van szó, ugye akkor ő tudja, hogy a nem kezelt csoportban volt. Na most ezért elvégeztek egy olyan vizsgálatot, itt most lefordítottam a címét a cikknek, amelyikben a pácienseket egy ilyen vizsgálat után megkérdezték, ugye ez egy standard eljárás egyébként, a vizsgálat után, hogy szerintük melyik csoportban vannak. Ezt egyébként is jó, hogyha az ilyen vizsgálatokban megcsinálják, mert ugye a gyógyszeres vizsgálatoknál is az előbb említettem már egy-két furcsa okot, ami miatt borulhat a dolog, hogy a mellékhatást érezte vagy nem. És az derült ki, és ez nagy szerencse, hogyha jól csinálják ezt a
sem akupunktúrát, hamis akupunktúrát, akkor nem volt képes észrevenni, hogy melyik csoportba tartozik, és ez is nagyon fontos, hogy a kezelőorvosok viselkedés szempontjából, hogy a kezelőorvost is lehet megpróbálni vakká tenni ezzel a spéci tűvel, de hát mondjuk az, hogyha más pontot szúrunk, akkor azt az orvos tudni fogja, de meg lehet a protokollt úgy csinálni ilyenkor az orvosok is, mit mondhat, mit nem mondhat, hogy ne derüljön ki. Azért fontos, hogy biztos olyan pácienseket vontak be a vizsgálatba, akik hát nem tudják pontosan, hogy hova kell szúrni a tűt, meg hogy milyen a deki érzés, mert akkor valószínűleg azonnal rájönnének. De hát ilyen páciens bőven van, tehát ez nem gond. Tehát ez az egyik dolog, hogy igen, hál' Istennek a kontrollunk, találtunk olyan kontrollt, amiből a páciensek nem jönnek rá, hogy ők nem a kezelt csoportban vannak, ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy biztosak vagyunk benne, hogy amikor azt a vizsgálatot csináljuk, ugye, hogy nem nagyon mélyen szúrunk, vagy ilyesmi, hogy hát ha véletlenül hiába nem mélyen szúrunk, de kiváltjuk a deki érzést, akkor lehet, hogy mégiscsak kiváltottunk valami. Ugye akupunktúrás ponton a megfelelően szúrjuk, de a kontroll az lenne, hogy nem szúrjuk elég mélyen, de ha mégis kiváltotta a deki érzést, akkor lehet, hogy mégis túl mélyen szúrtunk, és akkor igazából a kontrollcsoport kezelt csoport valójában. Tehát tudnunk kell, hogy a páciensek érzik ezt az érzést. Ez egy bonyolultabb kérdés, de erre is csináltak egy vizsgálatot, és kiderült, hogy a hamis akupunktúrás tükkel, tehát amivel nem megy elég mélyen, nem váltotta ki azt az érzést, tehát ez nem akupunktúra, nem várjuk el, hogy a kezelés az akupunktúra szerint hatásos legyen, hiszen ahhoz ki kellett volna váltani a deki érzést, mert az mutatja, hogy a csi áramlásának a blokkoltságát meg tudjuk szüntetni. Megint csak jó pácienseket kell persze bevonni, tehát nem akupunktúröket kell bevonni valószínűleg a vizsgálatba. Ezek alapján most már van kontrollunk, tudjuk, hogy kell kezelni, akkor hogy kell felállítani egy vizsgálatot. Általában három ágú a kísérlet, illetve négy is lehet, azt még majd mindjárt hozzáteszem. Az egyik csoport persze kapja a szabályos akupunktúrát, a másik csoport az hamis akupunktúrát kap, tehát vagy ugyanazokon a pontokon szúrják, de nem elég mélyen, vagy más pontokon, vagy nem akupunktúrás pontokon, és általában betesznek egy olyat, hogy a hagyományos kezelés is kap egy harmadik csoport, sőt néha még betesznek egy olyat, aki nem kap kezelést. Ezeket ugye általában úgy csinálják, hogy bevonják a vizsgálatba, megkapják a megfelelő iratokat, hogy bevonják őket, de egyelőre várjanak. Tehát csak azt nem kapnak kezelést. Ez egy jó dolog, ha minél több ilyen kontroll van. Na most igazából nagyon sokan azt kérdezik, hogy a szabályos akupunktúra jobb-e, mint a hagyományos kezelés? Én most azt mondom, hogy nem erre kerestem itt a választ, de azért fogunk erről beszélni, hanem arról, hogy a szabályos akupunktúra különbözik-e a hamis akupunktúrától. Ez volt a kérdésem, hogy itt most akupunktúrát csinálunk, vagy csak szurkálást. Ennek majd nagyon komoly következmény lesznek, de azért ki fogok arra térni azokra az esetekre, amikor úgy tűnik, hogy jobb, mint a hagyományos kezelés. Ezt megpróbáltam egy saját fejlesztésű ábrával ábrázolni. Sokat gondolkodtam rajta, remélem megvilágító lesz. Az egyik az, amikor azt nézzük, hogy mondjuk mennyivel javult a helyzete valakinek. Lehetne ez más is, hogy mennyivel kevésbé romlott, vagy ilyesmi, de mennyivel javult a helyzete valakinek a vizsgálat ideje alatt. Hát mondjuk a kezeletleneknek is javult a állapota. Az is azért, mert mondjuk amúgy is ugye influenza elmúlik, vagy javul, vagy azért, mert egyszerűen tudta, hogy bevonták egy kísérletbe. Igaz, hogy még nem csináltak vele semmit, de már ez pozitívan hatott rá, bármi lehet, ugye. Aztán van egy hagyományos kezelésünk, ami mondjuk elért valami eredményt, tehát jobb lett a helyzete a páciensnek. Itt most nem tüntettem föl, de ez is két részből állhat, durván a két részből, a kezelés eredményéből, illetve az, hogy hát ott is volt placebo, tehát azt most itt nem ábrázoltam külön, de mert nem arra vagyunk most kíváncsiak, hanem hogy hát valamivel jobb lett. A piros az az akupunktúra, ebben az esetben ugye most egy olyat csináltam, ami rohadt jó az akupunktúrának, mert egyrészt hatásos, másrészt még jobb is, mint a hagyományos, de majd lesznek különböző ábrák.
És a hamis akupunktúra, az pedig most úgy ábrázoltam, hogy az rosszabb volt, mint mind a hagyományos kezelés, mind az akupunktúra, de jobb, mint a nem kezelés. Ez egy példa, hipotetikus példa, és oda felrajzoltam, hogy ott mit is lehet akkor tudni, tehát az akupunktúra kezelés hatását így föl tudjuk bontani, ugye? Egyrészt a betegség természetes lefolyásának a hatását ki tudjuk vonni belőle, hogyha van egy ilyen kezeletlen csoportunk, meg azt a placebo hatást, hogy ott bevettük a kezelésbe, bár nem csináltunk vele semmit. Le tudjuk vonni a hatásából azt, ami az akupunktúrás kezeléshez kapcsolódó nem specifikus hatás. Most ezt nevezhetjük placebónak. Tehát az, ami a szurkálással kapcsolatos eredmény, ugye? Tehát azért az egy komoly beavatkozás. Valaki azt mondja, hát basszus, ha én ezt kibírtam, meg eljárok, meg fizetek is érte, akkor annak hatnia kell. Ez egy nagyon jó hatás, tehát ez teljesen rendben van, pozitív dolog. De ez nem az akupunktúra hatása. Az akupunktúra hatása az ezen feletti, e fölötti érték. Ugye? Tehát ez az, amire igazából a kérdésünk vonatkozik. És akkor most a következő ábrán felrajzolok néhány változatot, hogy például milyen eredmények lehetnek. Ugye? Hát a bal felső, az de akár kezeltük, akár nem, akár hagyományossal, akár hamis akupunktúrával, akár akupunktúrával, semmi különbség. Ez azt jelenti, hogy hagyjuk a páciens, nem semmi eredmény semmiben. Ez az eset az, amikor azt látjuk, hogy a hagyományos kezelés az hatásosabb, mint az akupunktúra, tehát a pirosnál a zöld magasabb, de egyébként azt látjuk, hogy azért az akupunktúrás kezelés is hatékonyabb, mint a semmi kezelés. Itt az akupunktúra hatásosabb, mint a hagyományos, ugye erről beszéltünk itt az előbb, ez egy nagyon pozitív eset. Ugye az akupunktúra még jobb is, mint a hagyományos, és hát egyértelműen jobb, mint a sima szurkálás, és jobb, mint a nem kezelés. Ott a felső, jobb-felső, ott a hagyományos kezelés az hatásosabb, mint a szurkálás. Azt látjuk, hogy a szurkálás és a rendes akupunktúra közt itt most nincs különbség. Tehát mindegy, de hát hagyományossal érdemes esetleg kezelni, ha csak nincs túl rossz negatív mellékhatása a hagyományos kezelésnek. Illetve hát a szélső az érdekes dolog, hogy a szurkálás hatásosabb, mint a hagyományos, de ez nem akupunktúra, hiszen a szurkálás körülbelül ugyanolyan hatásos volt, mint a akupunktúra. Tehát esetleg nem rossz, amit csináltunk, csak nem akupunktúra, amit csináltunk. Mert ugye máshol szurkáltuk, mint az akupunktúra szabály, meg nem is olyan mélyen szurkáltuk, és mégis elértünk egy jó eredményt. Tehát az fontos érteni, hogy én erre nem mondom, hogy ez egy rossz kezelés, de hogy ez egy jó kezelés. Csak ebben az esetben azt mondom, hogy ez nem akupunktúra. Nem? Tehát ez a fontos. Remélem lehetett logikailag követni. Tehát hozzátenném, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy én most bűvészkedek ezekkel a dolgokkal, ez a tudomány menete, tehát itt csak szépen rendesen elmondom, hogy a kontrollok mit jelentenek a tudományos vizsgálatban. De akkor nézzük meg, hogy amikor én évekkel ezelőtt elkezdtem keresgélni ezek alapján a cikkeket, akkor azt láttam, hogy megjelentek a napilapokban, meg a portálokon olyan hírek, hogy bizonyíték, hogy az akupunktúra működik. Újabb bizonyíték, az akupunktúra mégis működik. Egymástán jöttek ezek a dolgok, és elkezdtem utána menni a cikkeknek. Egyébként ezek cikkek nagy részét én az akupunktúr orvosi társaság vezető asszonyától kaptam. Tehát azt kértem tőle általában, hogy küldje el nekem a legjobb bizonyítékokat. Tehát nem én mazsoláztam, hanem általában ő küldte ezeket, és elkezdtem végigolvasgatni. Ezek egy részéről majd a végén lesz a webcímem, ottan le lehet tölteni két ilyen analízist is, meg egyébként gyakorlatilag ennek az előadásnak az anyagát is, pontosabban azt, amit akkor 5 éve tartottam. Tehát nem az a legkönnyebb vadra próbáltam lőni, ugye, hanem azt, amit ők azt mondják, hogy a legerősebb, tehát azt nézzük meg. És egymás után, ahogy mentem végig, mondom, ez akkor volt, ezt majd finomítani fogom azért, azt láttam, hogy tényleg ezek közül több olyan volt, ahol az volt az eredmény, hogy az akupunktúrás kezelés
az jobb volt, mint a hagyományos, és mindenképpen jobb, mint a nem kezelés, tehát hatásos volt a dolog, de a hamis akupunktúra ág az ugyanolyan hatású volt, mint az akupunktúra. És ezt, hát azt, hogy a napilapok úgy közölték le, hogy az akupunktúra hatásos, az egy dolog, de az az érdekes, hogyha megnézem ezeket a cikkeket, talán egy-kettő van, majd föl tudom tenni, ahol az látszik a konklúzióban, hogy azt mondják, hogy tehát az akupunktúra hatásos. Sőt, a hamis akupunktúra is hatásos. De ezt írják a tudományos cikkekben. Most szerintem ezt vissza kellett volna dobni a referinek, mert pont a kontrollja ugyanolyan hatásos volt, mint ő maga, akkor nem hatásos a kezelés. Tehát ez olyan, mintha egy gyógyszergyártó cég csinálna a gyógyszerével egy kísérletet, és mellett ott van a placebo-szer, és azt tapasztalja, hogy hatékony a gyógyszere, a placebo is ugyanolyan hatékony, tehát akkor mehet a dolog, mert sőt, még milyen újabb hír, hogy a placebo is hatásos. Na most azért értsük meg, megint nem azt mondom, hogy a placebo dolog esetleg nem jó, hanem csak azt mondom, hogy a kérdésünk nem ez volt. Nem az volt a kérdésünk, hogy jó-e a placebo, hanem a mi kezelésünknek speciálisan van-e hatása, értelmes volt-e azt a gyógyszer hatóanyagot leszintetizálni például, vagy egyszerűen csak adtunk volna neki fehér pirulát, és akkor is ugyanazt az eredményt értük volna el. Millió dollárokat meg lehetett volna spórolni, ugye. Volt 2001-ben akkortájt, illetve már hamarabb, de amikor vizsgáltam, erre hivatkoztak állandóan egy nagy német kísérlet sorozat, amikor különböző, tehát a migrénnél, akkor ez a tenziós típusú fejfájásnál, derékfájásnál, térdizületi gyulladásnál megvizsgálták, mindig 1000 pácienssel, tehát azért ezek kemény vizsgálatok voltak, megvizsgálták az akupunktúrát, és használtak hamis akupunktúra ágat is, meg hagyományos kezelést, meg talán nem kezelést is, és mind a négyben azt tapasztalták, hogy a szabályos és hamis akupunktúra statisztikailag hasonló eredményt ért el, és kettőnél, a derékfájásnál és a térdőzeleti gyulladásnál mind a két csoport egyébként jobb volt, mint a hagyományos kezelés. Ez egy fontos eredmény, tehát ezt én nem akarom lenézni, ugye? Tehát ez egy fontos eredmény, csak én erre azt mondtam volna, hogy hajrá, a szurkálás az egy hatásosabb dolog, mint a hagyományos kezelés. Tehát nosza neki, essünk neki, derítsük ki, hogy hol kéne ezt pontosabban szurkálni, hogy tudjuk még növelni, hogy tudjuk a rizikókat csökkenteni, stb. Ehelyett az volt az eredmény, ugye, hogy tehát az akupunktúra hatásos. Nem. Nem az akupunktúra, tehát az akupunktúra speciális dolgainak semmi szerepe nem volt ezekben az eredményben. Ezeknek az eredményében. Ennek ellenére a német hatóságok úgy döntöttek, hogy az akupunktúrás kezelést bevonják a biztosító által fizetett körbe. Valamilyen értelemben el tudom fogadni, ugye? Tehát mert hogy hatásos volt a kezelés, de mégiscsak félrevezető ugye a dolog. Na most azóta történtek változások, és egyébként hozzá kell tenni, hogy vallomás következik. Tehát, hogy nyilván nekem van prekoncepcióm az akupunktúrával kapcsolatban, és piszok nehéz úgy nézni a klinikai vizsgálatokat, azt a rengeteg cikket, hogy nem mindig azt tegyem csak el, amelyik negatív, és a pozitívakat ne tegyem el. Úgyhogy pedig tudom, hogy létezik ilyen torzítás, és próbálok küzdeni ellene, de hát nehéz. Úgyhogy ezért olyan összehasonlító elemzéseket szoktam nézni, amelyek ugye nagy számú ilyen vizsgálatot hasonlítanak össze, és ilyen a Cochrane bizottságnak ugye a vizsgálatai, és most itt azt a példát hozom fel, ami az egyik legjobb az akupunktúra szempontjából, tehát nyilván az ilyen fájdalom, tehát az ilyen migrén jellegű fejfájások változott egy kicsit, hogy pontosan mit vizsgáltak, de 2001-ben csinálták az első ilyen nagy átfogó elemzést, amikor ugye sok ebben a témában elvégzett klinikai vizsgálat eredményét együttesen elemezték, és együttesen értelmezték, és számukra az derült ki, hogy ezeknek a, hát hogy mondjam, tehát
Az idiopatik ugye az azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mi az oka, ha jól tudom, ugye? Tehát, hogy nem látunk fizikai ugye, okot, mégis fáj a feje a szerencsétlenek. Ezekben az, és ugye ezek a fontos esetek, mert máshogy nem tudjuk kezelni, hogy ezekben az esetekben úgy tűnt nekik, hogy ha mindent bizonyítékot összeszedünk, akkor pozitív az akupunktúrás hatás, akupunktúrás kezelés. Hozzá kell tennem, hogy teljesen biztos nem vagyok benne, de azt hiszem, hogy ebben az időszakban még nem volt hamis akupunktúrás ág. Tehát volt akupunktúra, hagyományos kezelés, nem kezelés. Tehát azt elég biztosan lehet mondani, hogy olyan szempontból ez nem volt igaz ez az elemzés, hogy nem az akupunktúráról, hanem a szurkálásról mondta ki a vélemény, de hát akkor is azért egy fontos dolog. Minden esetre azt mondják, hogy hát azért nem volt ez igazán megbízható, és hát új, komoly vizsgálatokat kell végezni ez ügyben. Ez 2001-ben volt. Én ezután a 2009-est ismertem, mert az volt az 5 évvel ezelőtti előadásom idejében, amikor ezt megvizsgálták, és hozzáadták a hamis akupunktúrát, és az derült ki, azt mondták, hogy most már tényleg az néz ki, hogy hatékony a dolog, viszont nincs különbség a valódi akupunktúra és a hamis akupunktúra között. Az más dolog, hogy maga Cochrane is azt írja, hogy az akupunktúrát tehát egy érvényes kezelési opciónak kell felfogni. Én azt mondtam volna, hogy a szurkálást egy fontos opció lehet a kezelések során. Ez a dolog ez nagyon félre tudja vinni a dolgokat, de minden esetre a mi szempontunkból most az derült ki, hogy hát akkor nem működik az akupunktúra. Ugye? A szurkáláshoz képest nem működik az akupunktúra szabálya érdektelenek, feleslegesen tanultak x évet az akupunktúr orvosok az orvosi egyetem után. A szurkálás, hogy mondják, sem? Sem, az a hamis, az a sem akupunktúr. Az nem szurkálás jelent, általában hamisat. Hamisat jelent. Tehát a sem akupunktúr, hogy mondják, igen. Ez a szó kapcsolat jelenti a szurkálás. Igen, tehát ugye mert szurkálunk nagyon helyesen, hiszen ki akarjuk váltani az összes fiziológiai effektust, kivéve azt, hogy ne akupunktúra legyen a dolog. Általános értelemben ez egy szurkálás, de nem akupunktúra, ezt fejeztem ki vele. És ami viszont azóta történt, hogy ugye láthatóan 8-7-8 évenként adják ki, 16-ban is kiadtak egy újat, és ebben már hamis akupunktúra, tehát az a szurkálás is benne van, hamis akupunktúra, és azt mondják, hogy hatékony továbbra is, sőt, úgy látják, hogy az akupunktúra valamivel egy picikét jobb, mint a hamis akupunktúra, tehát, hogy létezik specifikus akupunktúrás hatás ebben az esetben. Nyilván azt írják, hogy több kutatás kell, stb. Tehát én úgy látom ebből az egészből, hát ott a kimutathatóság határán valami billeg. Erre szoktam azt mondani, ez már nyilván az én torzításom is, tehát hogy ez megfelel számomra a kutatásban előforduló véletlen ingadozásoknak, és lehet, hogy 6 év múlva az lesz az eredmény, hogy nem, hogy már megint az újabb vizsgálatok eredménye azt mutatja, hogy nem. Tehát semmiképpen nem egy acetil-szalicil-sav jellegű aha rácsodálkozás van itt, hogy mi történt. Ráadásul hozzá kell tenni néhány bosszantó dolgot, hogy megjelent azóta egy kínai hatóságoknak a cikke, amiben azt állítják, hogy a Kínában végzett orvosi kutatások 80%-a az hamisítvány. Ezen kívül van még egy fontos dolog, hogy az elmúlt, hát nem tudom, 20 évben a Kínából jövő akupunktúrás vizsgálatok, hát most így mondják, és sok ideig így is igaz volt, nem tudom, hogy hajszálpontosan igaz, ez 100%-a pozitív. A nyugaton végzett vizsgálatoknak meg egy kicsi része pozitív. Na most ezt a kettőt, ha az ember hozzáteszi, meg is tudva azt, hogy ezekben benne vannak kínai vizsgálatok is, hát a szkepticizmusomat feléleszti. De minden esetre azért nem tartottam volna fairnek, hogyha nem mutatom be a 16-os eredményt, ami most már egy kicsit megint elbillent akkor a akupunktúra speciális hatásának a bizonyítottsága fele. Ebben az esetben persze. Na most, hogy értelmezzük ezeket a kísérleteket, hát most itt ezt a legutolsót nem azt mondom, hogy nem figyelembe véve, hanem úgy általánosságon kiterjesztve a
hát emlékszünk a WHO mennyi vizsgálatra, mennyi esetre mondta azt, betegségre mondta azt, hogy, vagy állapotra mondta azt, hogy lehet kezelni akupunktúrával. A zömében azt lehet mondani, hogy a kezelés eredményessége szempontjából a tűszúrás helyének, tehát a pontválasztásnak és a szúrás mélységének, tehát a dekiérzés meglétének nincs szerepe. Bizonyos, tehát a kezelésekben ehhez nem köthető hatásoknak akár jelentős szerepe is lehet. Tehát pont az ilyen fájdalom jellegű dolgoknál lehet, hogy ott van egy komoly lehetőségünk, ugye egyrészt a placebo hatás, és egyébként vannak vizsgálatok, amik azt mondják, hogy nem csak placebo hatás, mint egy kicsit bonyolult, hanem konkrétan lehet tudni, hogy milyen ingerület átvívő anyagoknak a felszabadulása, stb. Kiválthat olyan hatásokat, ami a fájdalom küszöböt megemeli, stb. És ennek értelmes hatása is lehet. Tehát nyilván ezek fontos dolgok, de úgy tűnik, hogy nem fontos ebből a szempontból, hogy hol szúrunk. Most hozzá kell tennem, hogy amikor ilyen hatásmechanizmus dolgokat kerestem, azt ugye most itt nem tárgyalom részletesen, akkor tényleg egy jó pár olyan cikket találtam, hogy patkányban, ha a megfelelő ponton szúrják a lábánál, akkor az és a bonyolult dolgokat kimutattak, hogy milyen anyagok szabadulnak föl, amik a fájdalomcsillapítással kapcsolatosak. És az az érdekes, hogy nem szúrtak olyan pont, csak a akupunktúrás ponton szúrtak, nem tették meg azt a kontrollt, hogy akkor szúrjunk egy más ponton is. Véleményem szerint az lett volna az eredmény, hogy akkor is kiváltódik ez a hatás. Tehát megint csak a szurkálásról van szó. De találtam olyan kutatást, amelyiknél ezt egész tisztességesen megcsinálták, és ott az jött ki, hogy csak a megfelelő ponton váltotta ki ezt a hatást. Én azt tudom mondani, hogy ez persze vagy igaz, vagy nem, úgy értem, hogy nem hamisításra gondolok, hanem ismétlés, stb. Vagy igazolódik, vagy nem. De nem tartom én azt lehetetlennek, hogy mondjuk a nervus vagusnál az a bolygóideg. A bolygóideg megfelelő pontja körül, hogyha valamiféle szurkást csinálnak, az hatékonyabb ebben a hatásnak a kiváltásában, mint egy más ponton való szurkás. Lehet, hogy a több ezer év alatt az akupunktúra ezt a pontot esetleg értelmesen tényleg megtalálta. Tehát én nem tartom lehetetlennek, hogy néhány esetben rátrafáltak bizonyos dolgokra, és annak akár meg is lehet találni a hatásmechanizmusát. Tehát ugye néhány esetben a hagyományos kezelés eredményét is meghaladja ez a szurkálás, tehát mindenképpen érdemes foglalkozni vele. Az az érdekes, hogy amikor ezekkel az eredményekkel szembesítjük az akupunktúröket, hogy itten a hamis akupunktúra és az akupunktúra eredményei azok legtöbbször ugye megegyeznek egymással, akkor azt szokták mondani, hogy például a Gerak kísérletre mondták, hogy de hát ott az volt, hogy ha valakinek ez a baja volt, akkor ezeket a pontokat szúrták. Ha az a baja volt, akkor azokat a pontokat, már pedig a hagyományos kínai orvostás az személyre szabott, és minden páciensnek nem azon múlik csak, hogy ő neki a térdizülete fájt, hanem még, hogy milyen púzus, milyen nyelv, stb. Megvizsgálják, és az alapján határozzák meg a pontokat. Totálisan rendben van egyébként a kifogás, meg lehet csinálni ilyen vizsgálatokat, és én is elhoztam egy Cserkin és társainak a vizsgálatát, ahol szépen megcsinálták azt, hogy standardizált akupunktúra, tehát hogy adott hogy ilyen baja van, ezt szúrjuk. A másik csoport az volt, hogy akupunktúra vizsgálatot megcsinálnak rendesen, és testre szabott szúrást csinálnak, a harmadiknak ugyanezek csak hamis akupunktúra, és nem kezelt vagy hagyományos, és az derült ki, hogy a három első csoport az ugyanolyan eredményű volt. Azt hiszem, én nem találtam, de azt hiszem, hogy lehetne találni olyan klinikai vizsgálatot, amelyik azt mutatná, hogy a személyes szabott akupunktúra jobb, mint a standardizált. Ugye itt mindig az a probléma, hogy mindenre lehet találni bizonyítékot, itt az összességét kell vizsgálni. Ja igen, le is írtam. Tehát, hogy 638 pácienst négy csoportba. Tehát akkor ott van a személyre szabott akupunktúra, akkor fix pontokat használó, az a best practice akupunktúra, ugye? A hamis akupunktúra és a hagyományos kezelés, és ebben a klinikai vizsgálatban az 1-2-3 ágak eredménye az azonos volt. Tehát magyarul
nem számított az, hogy individualizált, nem számított az, hogy melyik pontokat szúrjuk egyáltalán ebben a kísérletben. A másik, az egy sokkal fogósabb dolog, és most itt derül ki, hogy megértették-e azt, amit eddig mondtam, hogy azt mondják, és ez benne van a cikkekben, a tudományos cikkekben, hogy amikor rájöttek, hogy a hamis akupunktúra az ugyanolyan hatásos, mint az akupunktúra, akkor egyrészt meg akkor állítják, hogy na tehát az akupunktúra működik, és azt mondják, hogy a hamis akupunktúra is ugyanúgy működött, de azért, mert nem jó kontroll. Hiszen nem inert. Az inert szó az azt jelenti, hogy hatástalan, ugye? Nem inert, hanem igenis van fiziológiai hatása. Na most szerintem, aki ezt leírja, annak nem szabadna klinikai vizsgálatot csinálnia. Mert ez nem érti, hogy mi a kontroll. A kontrollnak nem szabad inertnek lennie. A placebo pirula se inert, mert ugye egyrészt beszedi, anyag van benne, sőt, szimulálják a mellékhatást, mit tudom én, mindent ki kell váltania, kivéve konkrétan azt, amire kíváncsiak vagyunk. Tehát ez teljesen ugye hamis vélekedés. Tehát ők azt mondják, hogy nem, illetve én azt mondom, ugye, hogy de hát a hamis akupunktúra az nem felel meg az akupunktúra elveinek, tehát nem tekinthető akupunktúrás kezelésnek, úgy találtuk ki. Leteszteltük, ugye, hogy megfelelő-e, nem, tehát biztosítja a vakságot, meg egyébként mind leteszteltük, és azt mondtuk, hogy ez nem akupunktúra. Most, hogy kiderült, hogy aktív, hát persze, hogy aktív. Jó, tehát ezt ugye említettük, hogy szerintem, aki ilyet állít, az arról már majdnem nem tudok jó hiszeműséget feltételezni. Most nagyon a végén vagyok már. Mondtam, hogy nem nagyon foglalkozom a hagyományos kínai orvoslás diagnosztikájának a tesztelésével. Igen, az akupunktúrás kezeléssel tényleg elég sokat foglalkoztam, olyan értelemben, hogy tényleg elég sokat olvasok róla, folyamatosan próbálom követni. Ezzel nem annyira, tehát ezt nem tudom. De ugyanaz a Cserkin és társai, akik a individualizált akupunktúráról is csináltak vizsgálatot, megnézték azt, hogy oké, vegyünk, ez egy kis elemszámú, tehát egy ilyen kis vizsgálat, vegyünk 6 krónikus derékfájásban szenvedő pácienst, vizsgáltassuk meg 6 különböző akupunktúrával, mindegyiket 6, tehát 6x6 vizsgálat lesz, ugye? És nézd, hasonlítsuk meg a diagnózis eredményét. Ugye, tehát egyrészt megnézhetjük, hogy melyik pontok kezelését írták elő, a másik még egy-két dolgot. Ugye hát a diagnózisban benne van, hogy a ki, pang, hogy, mint, fennáll a vese gyengesége, meg minden, tehát itt a vese gyengesége alatt akupunktúrás értelem, hagyományos kínai orvoslás értelemben kell érteni a dolgot. És ezeket összehasonlították, és az derült ki, hogy a különböző orvosok ugyanazokra a páciensekre egészen más diagnózist adnak. Ugye hát ez nyilván egy probléma, tehát ez... Tehát konklúzióként akkor azt mondhatom, ilyen széles ecsettel, tehát nem egyedi kis dolgokra lemenve, hogy az akupunktúra elméletének alapvető elemei nem játszanak szerepet, úgy tűnik a páciens kezelésének kimenetelében. Néhány esetben úgy tűnik, hogy esetleg lehet. De a zömében nem. Tehát, hogy nincs akupunktúrás hatás. Tehát az, ami az akupunktúrája jellemző hatás. Hozzáteszem itt csak ennyiben, mert erről tényleg nem nagyon beszéltem, hogy mivel orvosi, biológiai, fizikai ismereteink nem valószínűsítik, hogy az akupunktúra elvei azok igazak, ezért nagyon valószínűleg tűnik, hogy valamikor be fog igazolódni az akupunktúra, szerintem. Ez nem egy olyan kőkemény állítás, mint az eddigiek, tehát ugye, de én nagyon hiszek abban, tehát hogyha egyszer, tehát komoly vizsgálatok indultak el az irányban, hogy kimutassák az akupunktúrás pontokat. Tehát ezek különböznek a többi ponttól a testfelületen? Voltak, hogy bőrellenállás, más-e. Szóval, hogyha ahogy rendesen megcsináltak ezeket, az derült ki, hogy nem nagyon. Hogy a meridiánok, azok léteznek-e? Hát ma már mi mindent ki tudunk mutatni az emberi szervezetben, ezeket a meridiánokat nem sikerül. Megpróbáltak radioaktív izotókokat befecskendezve akupunktúrás pontokban nézni, hogy terjednek, és akkor minthogyha kirajzolta volna a meridiánokat, de hát
olyan rossz felbontással, hogy az akármi lehetett, és ahogy ezt finomították, ez is eltűnt. Érdekes, hogy ezek inkább egy 30 éve voltak témák, akkoriak a cikkek, azóta nagyon újabb cikkek nincsenek, tehát nem mondom, hogy nem lehetne biztos találni, de én úgy látom, hogy a hivatkozások mind azokra vonatkoznak, tehát úgy tűnik, hogy nem sikerült abban előre haladni, nem sikerült áttörést adni, tehát nem látjuk azt, hogy tényleg létezik a meridián, létezik a ki, és ennek ellenére ugye elképzelhető a pozitív hozzáállás az az, hogy azt mondjuk, hogy oké, ők nem tudtak sok mindent az emberi szervezetről, lehet, hogy egy olyan metaforikus leírás arról, amit ők tapasztaltak, és hogy majd megtaláljuk, hogy hol mi történik. Nagyon úgy néz ki a kísérletek alapján, hogy nem találják meg. Lehet, hogy egy-két esetben esetleg ezek a ingerület átvívő anyagok, a fájdalomcsillapítás bizonyos részeiben esetleg, de az is nagyon kérdéses, hogy ott talán sikerül az akupunktúra elveit abban a speciális esetben lefordítani a mai ismereteinkre, de a zömében megint csak emlékezünk a WHO-nak a listájára, nem hiszem, hogy azok igazolódni fognak. Viszont, és ezt tartom nagyon fontosnak, hogy ha merünk elszakadni attól, hogy akupunktúra, tehát nem ragaszkodunk ahhoz, hogy de nekem ott kell szúrni meg ez, stb., akkor viszont legalább néhány esetben, amelyek talán nem is tudom mennyi van, de hát biztos vannak, ahol hát szurkáltunk, és egyszerűen jobb volt, mint a hagyományos kezelés. Vagy esetleg olyan volt, mint a hagyományos kezelés, de nincs olyan mellékhatása például. Hát ezekben az esetekben, ha elengedjük az akupunktúrát, akkor rögtön indulhatnak a kutatási programok. Tehát ha valaki nekiáll ezt kutatni, és nem írja rá, hogy akupunktúra, akkor esetleg nincs egy negatív felhangja azok között, akik úgymond komoly tudósok, hogy hát az akupunktúrát nem vizsgáljuk, hanem azt mondják, hogy nem akupunktúrát vizsgálok, hanem, és akkor itt kitalálnak egy szép szót a szurkálásra, egy orvosi kifejezést, akkor már is lehet vizsgálni a dolgot, és lehet, hogy még hatékonyabbá lehet tenni, mert lehet, hogy tényleg ki lehetne találni, hogy mely tájékokon, hogy kell szúrni. Ráadásul ugye, hát arról nem is beszéltünk, hogy amikor az elején volt az ábrám, hogy a szurkálásnak egy részhalmaza az akupunktúra, hogy hát azért ugye, azért ott van elektroakupunktúra, ami hát ezért néha egészen más, akupresszúra, az megint más. Nagyon nehéz ezeket egybevonni, és egyébként a japán akupunktúrát a kínai akupunktúrává, hát a meridiánok se a pontok nem felelnek meg egymásnak. Tehát ha ezeket elengedjük, akkor lehet, hogy sokkal szabadabban lehet eredményeket elérni. Ami még fölmerülhet itt, az az, hogy egy csomó más kérdés is, ami miatt én fontosnak tartom ezt az egész kérdést még, hogy ha viszont az akupunktúra, ha az akupunktúra nem működik, akkor mit is jelent az, hogy a páciens nekünk korrektül kell tájékoztatni arról, hogy mivel kezeljük, ugye? Ez egy nagyon nehéz probléma, még újságcikkek is jelentek meg a szakmai folyóiratokban, hogy kellene az akupunktúra esetében, ahol azért nincs bizonyítva egy csomó minden, tájékoztatni a pácienst. Ugye a probléma ott is fölmerül, hogy ha rendesen vizsgálnánk a dolgot, akkor lehet, hogy kiderülne, hogy elég komoly hatása van annak a sztorinak, és ott megint nem pejoratív értelemben mondom, hogy hát ez egy 5000 éves tudomány, ami, és ráadásul ez meg csí meg mindenféle szép dolgok, és hogy lehet, hogyha nagyon megmagyaráznánk a páciensnek, akkor kisebb lenne a placebo hatás például. Ez egy érdekesebb kérdés, de hát mindestet ez egy etikai kérdés, hogy mi történjen. De ugyanilyen fontosnak tartom az oktatási kérdést, hogy most ezek figyelembevételével most akkor mit kell tanítani, hol, kinek? Tehát most kell az a 3 éves tanulás, hogy mi a diagnózis, amikor tehát 5000 év után még nem tudták megoldani, hogy 6 orvos a pácienst ugyanúgy diagnosztizálja, meg hogy ha úgy tűnik, hogy nem fontos a pontok helye, akkor biztos, hogy kell tanítani ezt a dolgot. Mondom, itt a ha mindig ott van már, tehát hogyha igaz az, amit én mondok. És a törvénykezés, és hát az egészségügyi pénztár és egyéb dolgok, hogy most akkor mit
mit kell szabályozni, tehát hogy lehet-e úgy szabályozni valamit, amiről úgy gondoljuk, hogy esetleg nem is igaz, vagy nem úgy igaz. Tehát ezek nagyon furcsa kérdések. És végül, hogyha valakit érdekel, akkor ezen az oldalon, nem nehéz megjegyezni, tehát ezen az oldalon ez átirányít valahova, és akkor itt van 3 cikkem letölthető. A egyik az a ehhez hasonló, amit tartottam előadást, ez szövegesen is ott van, amit elmondtam gyakorlatilag. És van még 2, ezek azért érdekesek szerintem, mert ezt a társaság elnökasszonyától kaptam ezt a 2 cikket, hogy Gábor, tessék, itt van az abszolút bizonyíték, látod. És akkor én vettem a fáradtságot, előszedtem a vizsgálatokat, végigolvastam, és tessék elolvasni és megnézni, hogy a kritikám az értelmesnek tűnik-e vagy nem. Számomra nagyon érdekes volt végigvenni ezeket a dolgokat. Úgyhogy... Most lelőttelek a tapsolásra? Mert? Rékeztem. Ja, lelőtte, igen. Nem. Állítom, mert szeretnék mondani, kérdezni. Én voltam akupunktúrán 20x évvel ezelőtt, és nekem halatlan segített. Elmulasztotta az egész életemben lévő színaláthámat arra az időre. Akkor hagytam abba, amikor átért az illető doktor a akupunktúráról a lézer akupunktúrára, ahonnantól nem ment a dolog. Ez az elmondani való. A másik pedig inkább kérdések lennének. Hogy tehát tulajdonképpen nagyon fontos számunkra, hogy megérintsük egymást például. Van egy ilyen mozgalom, hogy öleljük meg egymást az utcán, de ennél fontosabb, hogy az emberek szeressenek, tehát szeretettel ölelik egymást, simogatják egymást, és ennek óriási, nem tudom milyen hatása van, de óriási hatása van, ebben biztos vagyok, és azt hiszem mindannyian biztosan vagyunk, akik szeretettel tudják simogatni vagy ölelni egymást, és ez megtörtént velük, remélem mindenkivel. Ja, van még? Ja, igen, bocs. Ugyanígy van például a viszketés. Most nem az, amikor szúnyogcsít meg, hanem értem, igen, hát igen. Itt este baromira viszked a hátam, általában a hátam szokott viszkedni. Megvakarom és elmúlik. Tehát ez is valami érintéssel kapcsolatos dolog. Nem is tudom, hogy ez a viszketés igazából, ami baromira tudja kirozni az embert. Ha az orromat nem vakarhatnám meg, mert nem érem el, mert gipsz van rajta, akkor rohadtul viszkedni az ember óra. És akkor egy egész más... Úgy csak bocsánat, na igen. Hogy amikor akupunktúrára jártam, akkor fölöttök bennem, hogy honnan tudják, hogy milyen vastag tűvel, milyen fémből lévő tűvel, milyen kell. Mikor alakították azt ki, hogy ebben a fajta tűvel összehasonlítva, hogy melyik a legjobb. Tehát, hogy hadd válaszoljak, mert nehéz lesz. Igen. Jó, tehát az első, hogy jártál kezelésre és használt, erre nekem egy standard válaszom van, nagyon örülök neki. Ugye azért nem tudok többet mondani, mert ugye erről beszéltünk a orvosi kutatásokban, egy emberről soha nem tudunk semmit mondani, mert ugye nincs kontroll, tehát tényleg nagyon örülök neki. Második volt a ölelés, persze, köszönöm, hát lehet folytatni az előadást, ugye? Tehát a viszket és ölelés összekapcsolhatom a kettőt. Abszolút összecseng a... De abszolút megfelel annak, amit mondtam. Ugye? Tehát nyilván az ölelésre nem gondoljuk azt, hogy akupunktúrás kezelés, de van fiziológiai hatása. Tehát én ugye egy pillanatig nem mondtam azt, hogy ne vizsgáljunk olyan dolgokat, amikor hozzáérünk valaki bőréhez. Ugye? Tehát pont azt mondta, hogy vizsgáljuk ezeket a dolgokat. És a utolsó, az is kezelés. Hogy milyen tű, Ja, tű az én ezt nem, erre vannak elég jó cikkek. Én úgy tudom, hogy a régi akupunktúrában egyáltalán nem ilyen tűket használtak, hanem ez inkább maximum 100 éves, de lehet, hogy kevesebb ez a dolog. Nem ilyen tűket használtak régen, hanem inkább szerintem hasonlított az érvágáshoz az, amit régebben, 1000 évekkel ezelőtt akupunktúra. Erről lehet olvasni, ezt én annyira nem olvastam. Itt van egy, meg ott van, igen.
Egészen kiváló volt, köszönöm szépen. Itt a placebo hatásról szeretnék némi kiegészített dolgokat mondani. Én nem beszéltem róla. Miszerint, hogy azok a dolgok, amiket itt látunk, azok felsőfő többségben nagyszerűen magyarázhatók ezzel a hatáson. Szorgos kutatók vizsgálták ennek a mechanizmusát, a hatás összetevőit valami öt csoporttal bontották. Azt mondjuk, hogy a kezelő személy tekintélye. Tehát jobban viszünk a főolvasnak, mint az egyetemista gyakornoknak. A környezet, legyen rajta stetoszkóp, fehér köpeny, meg legyen a nyakában. És legyen mögötte a bizonyítványa. Tényleg csinálták ezeket a kísérleteket. És legalább két asszisztens. Igen. A kezelés ára, ez nagyon fontos. Igen, tehát minél többet fizetünk érte, annál jobban hiszünk benne. Ez a boroknál is így van egyébként. Kezelésével töltött idő és a vizsgálat személyre szabottság, ezeket most nem választom. Szerintem, amikor arról szó, hogy a hagyományos orvostásban, amire kisebb hatást tapasztaltunk, azt mondja neked a doktor Lássai, hogy magának fáj a derek, fogja ezt a tablettát viszontlátása. Az is. A homeopata meg a... Igen. Az akupunktúr is pedig végig tapogat téged, megnézi, hogy mi hol van, különböző kérdéseket tesz föl neked, de teljesen nyilvánvaló legyen, hogy ő itt most veled foglalkozik csak és kizárólag, és elvisz ezzel egy csomó időt. Ezek borzalmasan erős meggyőző erejűek, nem véletlen, hogy a fájdalom csökkentése az emberiség által valaha föltalált egyik leghatékonyabb eljárás a placebo. A másik, és nagyon köszönöm, hogy ezt tartott föl, mert erre az ábrára lenne egy kritikai megjegyzésem. Azért tettem fel. Szerintem nincs el rajta olyan oszlop, ahol a nagysága magasabb lenne a biosnál. Ezt én is akartam mondani. Ez egy... Azt mondjuk, de ennek örülök, mert ez azt jelenti, hogy megértették az előadást. Mondjuk, igen. Hogy a kettő között nincs elvi különbség, akkor az esetek felében az egyiknek kell magasabbnak lenni, igen. A másik felében... Tehát magyarul az, hogy az akupunktúrának a szabályait használtuk, az rontott azon, mintha máshol szúrtunk volna. Hanem arról van szó, hogy hogy a tudomány értékelésének módszertanában rendkívül fontos az úgynevezett kis számok szabálya. Ami azt jelenti, hogy nagyon szép dolog, hogy vannak itt ilyen oszlopdiagramok, ja, és mindegyiknek van egy meghatározott magassága az aljától a tetejéig. Valójában azonban nem erről van szó, hanem az a teteje az valamiféle középérték, aminek... Erre hagyj válaszoljak gyorsan. Ez nyilván az idealizált, tehát amikor azt mondjuk, hogy nagyon sok páciensen végeztük el. Tehát... Erre mondom azt, hogy... Jó, de ez az. Ez nem a véletlen ingadozás. Ha dolgozunk, akkor legyen a felében a nagyság. De nem. Itt most kifejezetten arról van szó, ugye, hogy itt ez idealizált dolog. Tehát amikor a valódi eredményt, tehát ha tudnánk, hogy mi a természet, akkor ezt kapnánk. Ezt nem öncélú kekeckedésből mondom, hanem azért, mert ez a jelenség az, ami kellőképpen magyarázza azt, hogy miért van a Cochrane elemzésben egy egészen kicsi töblete a pirosnak a narancssárgához képest, és ez pedig nem más, mint megint csak egy tudománymódszertani sajátosság, ez a publikációs torzítás. Az emberek szívesebben publikálják a pozitív eredményeiket, mint a negatívakat. Ami azt jelenti, hogy elvégzed a kísérletet, kijön neked az eredmény, az akupunktúra hatásos, és te közled. Megismerted 4 év múlva az eredményt, és kiderül, hogy nem találtál ilyen hatást, és berakod a fiókba. Ez azt a bizonyos kis különbséget, az a publikációs torzítás kellőképpen magyarázza. Nagyon határozottan föltételezhető, hogy az ilyen típusú torzítások Kínában lényegesen jelentősebbek, mint a világ demokratikusabb részén. Jó, és ez természetesen nem csak az akupunktúrára vonatkozik, és erről már beszámoltunk, ugye, hogy indult egy mozgalom az alltrials.net, ha valakit érdekel, mert hát a nagy gyógyszergyárak is képesek ilyesmire, úgyhogy ezért kéne minden egyes vizsgálatot előre regisztrálni, és lehetőleg az eredményeket is nyilvánosságra hozni. Tehát igen, a placebo-ról nem is akartam beszélni, de azt nem érthető, hogy miért nem, mert én azt mondom, hogy a placebo az egy külön kutatás, roppant jó lenne, ha nagyon sok placebo-t tudnánk kiváltani. Itt jönnek az etikai kérdések, hogy ugye
mennyire hazugsággal és mennyire nem. És ez most nem az akupunktúrára vonatkozott, hanem teljesen általánosan. Tehát szabad egy elit orvosi rétegnek lenni, amelyik nem mondja meg a pácienseknek, hogy a világ, hogy működik, és viszont kivált egy maximális placebo hatást. Nem egy egyszerű kérdés szerintem egyébként, de ezzel nem akartam foglalkozni. Én nagyon örültem az előadásod vége, hogy még ide értem az előadásod vége előtt, de az egész vége előtt volt egy kis rész, ahol nem nagyon tértél ki rá, hogy ők vizsgálták, hogy ugyanazok-e a portok mindenütt. Tehát most hogy van ez, hogy ha megnézzük nagyon sok akupunktúrás, hatásos akupunktúrás kezelésén, akkor ugyanazokat a portokat szúrták-e ugyanazokban az esetekben? Tehát nincs dokumentálva ugye a kezelés egész pontosan, hogy kinek hová. De, hát az kezel. Vagy igen, most, hát az egy jó orvos azt gondolom leírja, de hát én ezt nem tudom. Minden páciensnél mindig pontosan hova szó ez a kérdés. A másik, mert hát a mérnöki megközelítés, a pont definíciója az egy nagyon kemény dolog. Milyen pontosan igen, ezt oda szúrni tulajdonképpen, igen. Milyen mélyre meg, és a többi. Ezzel kapcsolatban voltak vizsgálatok. Én ezt a részét hiányolom nagyon az egésznek. Egyelőre azzal foglalkozunk, hogy hatásos-e már nem, meg vagy nem, mert azt úgyse tudjuk meg. De azért kell, meg az de vizsgálják az emberek, és rámutatnak a pozitív és negatív kísérletek, és ezt értelmeznünk kell. De egy teljesen egyetértek veled, ugye én azt mondtam az elején, hogy én nem tudom elképzelni, hogy a hatásmechanizmus és az ilyen háttér dolgok nélkül értelmezni lehetne a dolgokat. Minden esetre látszik, hogy azért elég komoly zűr van a pontok helyével. Tehát ugye eleve nem egy pontrendszer van, ezt tudjuk. Hát körülbelül hányféle van? Hát 7-8 biztos van. Tehát ugye a különböző ázsiai országban szerintem különbözők vannak. Japánban egész más, mint Kínában, de másutt is más van. Más a meridiánok száma például. Más a meridiánok száma. Én azt hiszem, nem lehet kidobni az ablakon, hát ha egyszer ennyien használják. Én úgy tudom, tudománytörténeti szempontból, hogy úgy alakult ki a meridiánok például, hogy a Kínában levő folyók száma, mert mindegyik egy-egy folyónak felelt meg, stb. Ez könnyen lehet, nem tudom, hogy ezt hogy tudják igazolni, de hát régen nagyon sok ilyen metaforikus dolog volt ez a szimpatikus mágia jellegű dolog, ugyan, pont ugyanolyan, hogy a dió az jó az agyi tevékenységeknek a javítására, mert hogyha kibontasz egy diót, úgy néz ki, mint az agy. Tehát régebben nagyon sok mindenben így gondolkodtak a fizikai világ értelmezésében, tehát nem gondolom, hogy... A pontok esetében pedig az van, hogy láttam olyan vizsgálatokat, ahol megpróbálták ugye kitalálni, mik ezek a pontok, és akkor bőrellenállásmérés, stb. Mindenféle ilyen dolgokat csináltak. És kiderül, összerakosgatták, és én láttam, hogy azt mondták, hogy tehát ezek egyeznek ezzel, meg ezzel, és az ember ránéz, és még egy rendes, hogy mondjam, egy matematikai összefüggéssel látsz, hogy mit értenek az alatt, legtöbbször azért, hogy hát ugye látod ránézésre, hát most annyi pont van, hogyha másik pontra rárakod, akkor... És ilyeneket olvastam, hogy hát általában 5 centin belül van, meg ilyesmi. Hát most bocsánat, hát testfelületen, hát... Kezdjük előre, hány darab akupunktúrás pontra, hogy körülbelül rajta? Hát ez a rendszertől függ, de hát lehet több száz, igen. Tehát, hát azért 100 körül, én most nem tudnám megmondani. 100 pontot elhelyezünk, akkor... De várjunk, azért van a fülakupunktúra, ugye, amin szintén az egész testvetülete meg van a fülön, akkor vannak különböző más területeken is, tehát... Jó, de én mindenképpen azon gondolkodtam, tehát én ezt nem tartom, abszolút nem tartom, tehát ez az, ami alaptudományi szinten értelmetlennek tűnik. De ugye abból indulunk ki, ha már ennyire téma ez a dolog, és téma, hogy ne ezt vegyük komolyan, hanem azt nézzük, hogy meg lehet találni valamit, hogy valamire rátapintottak, rosszul írták le. Én, na jó, nem mondom, én is persze ezért vagyok szkeptikus. Nem látok semmi értelmes rátapítást, hogy 8 széle, és azt sem tudjuk, hogy hány darab pont van, meg milyen pontosan kell a pontokat. De ha elmúlt a színanáthám, az nem fájdalom, az elmúlt, nem. Gyerek, most újra van. Nem, szóval, két évig nem. Jó, erre tényleg csak azt tudom mondani, hogy nem tudjuk. Tehát ez az, amikor nem tudjuk, hogy mitől múlt el neked. Egyszerűen nem tudjuk. Ez a tisztességes válasz. És a másokat akartam mondani, bocsánat, hogy két dolog volt érdekes, hogy soha nem fájt a szúrás, és a legritkább esetben vérzett.
Most azt, hogy nem fájt a szúrás, akkor most erre mosolygósan azt mondanám, hogy akkor nem sikerült kiváltani a deki érzést. Nem biztos, hogy fájdalmas, tehát nem mindenkinek... Ja, oké, okay, akkor lehet, hogy sikerült, igen. Igen? Bocs, hadd menjünk. Igen? Akkor az 2016-os, van az a kísérlet 2016-os. Az a review, tehát az sok... Vagy azt a kutatást, akkor azt vehetünk bizonyíték? Már nem tudom, most erről vagy? Igen, igen. Nem, bocsánat, tehát ugye ezek review-k, tehát ez nagyon sok klinikai vizsgálat. Na most, hogy vehetjük bizonyítéknak, hogyha látszik, hogy 5 évről 5 év, vagy 6 évről 6 évre a nulla körül ingadozik egyszer fölött, egyszer alatta? Ez az, amire én azt szoktam mondani, hogy hát ott lehetnek azok a hatások, tehát ez nem egy gyönyörű hatás. Tehát ez ott lehet benne az a hatás, hogy Kínában mit adnak le, hogy éppen most hogy estek be a klinikai vizsgálatok, majd a következő 6 évben lehet, hogy pont a negatíva. Tessék? Ezek komolyak. Tehát ez az elérhető legkomolyabbak, tehát a Cochrane vizsgálatok abból élnek, ami van. Tehát ugye ők megpróbálják az összes rendelkezésre álló bizonyítékot felhasználni. Tehát azért mondom, hogy de én azt mondom még, hogy lehet, hogy egy-két esetben rá lehetett tapintani valami. Én továbbra ezeket is bizonytalannak tekintem. Tehát annyira gyengék a bizonyítékok, hogy úgy gondolom, hogy nem fog beigazolódni, de én nem azt akarom mondani, hogy az egészet el kell vetni, hanem csak a rendszer nem működik. Hát most ez van. Igen? Egy-kettő. Elmentem egyszer egy akupunktúrás kezelésen. Egyéni sztorikat nagyon röviden, jó? És azt szűrtem le magamnak, hogy ez igazából nem más, mint egy relaxációs gyakorlat. Az embernek valamit csinálnak a hátával, és akkor az ember úgy ellazul, és ottan van. Aztán az az érzésem, hogy hogy a legtöbb ilyen bizonytalan dolog, az egyik igazi hatás a relaxáció, ami már nem placebo, hanem egy ibuprofen. Na de hadd állítsalak meg, mert erről szólt az előadásom, hogy azért ezt elkülönítettük azzal, hogy csináltuk hamis akupunktúrát, ami ugyanúgy relaxáció, mint a rendes akupunktúra. Tehát pont erről szólt az előadás, hogy ezt a kettőt megpróbáltuk megkülönböztetni. Igen? Még kérdésem ahhoz kapcsolatban, az úriember mondott, hogy mennyire vannak jó definíciói, mert egyáltalán definíciókat kellene kezdeni, hogy egyáltalán nem úgy értem, hogy mi ez, amikor beszélünk. Mert amíg nincsen definíció, addig az a legnagyobb probléma, hogy össze lehet mosni különböző olyan modelleket, amik arról szólnak, hogy mi történik bennünk. És ehhez kapcsolódóan lenni kíváncsi arra, hogy vannak-e olyan, teszem azt, mint a neurobiológiában olyan magyarázatok, amelyekben viszont ugye hiszen egy tudományos elméletben mindig vannak pontos definíciók, éppen hogy ne lehessen ugyanazokat az eseményeket, ugyanazokat a jelenségeket ugye összemosni, meg gyakorlatilag mindig kicsit tovább menni, és most kitérni gyakorlatilag a válasz elé, vagy a pontos meghatározás. Van-e ebben az esetben? Igen. Jó kérdés. Én most egy kicsit bátor leszek, és azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy akik az akupunktúrában kutatnak, azok nem annyira szigorúak, mint amennyire szigorúnak a tudományban lenni kéne. Azért egy példát mutattam, hogy amit azt mutattam, hogy na ott kellett volna nem a cikket visszavágni, az összes eddigi cikkét visszavágni az illetőnek. De nem véletlen a definícióval kezdtem, és én azóta voltam egy fülakupunktúra kongresszuson is, és ott azzal szerintem, ha jól emlékszem, aki ott a könyvet írta, ugye, hogy a kiérzés kiváltása abszolút szükséges, anélkül nem akupunktúra az akupunktúra. Azt megkérdeztem, hogy de hát akkor most ilyen vizsgálatok eredménye alapján mit mondasz? Azt mondta, hogy nem kell kiváltani, nem feltétlen kell kiváltani a kiérzést, ugye? Hát ez az, amiről beszéltél, ugye a shifting target, tehát a csúszkáló cél, ugye? Igen, igen. Tehát ez a probléma, most ehhez egy anekdotát hagyd tegyek hozzá, nem véletlenül mentem el én a kongresszusokra. Mert nem járnak el egyéb orvosok ezekre a kongresszusokra. És akikkel én beszéltem, azt mondták nekem, felületesen ismerve az akupunktúra eredményeit, ugye amikről itt most beszéltem például, hogy hát biztos nem gondolják az akupunktúra orvosok, hogy az az elmélet, amit 2000 éve meghatároztak, hanem biztos azt mondják, hogy az csak egy leírás volt, és nem tudjuk, hogy hogyan, de működik. Na most én elmentem, és meghallgattam, hogy miről beszélnek. Az ötelemtanról beszélnek, a nedvesség, szárasság, tűz, víz,
a csi áramlásáról, a pangásáról, a stb. Tehát ténylegesen egy olyan melléktudomány van, most már volt, aki megszólt, hogy tudománynak neveztem, ugye, aminek semmiféle ilyen bizonyítéka nincs, csak a hagyomány. Tehát nem azt tapasztaltam, amire számítottam, hogy ez történik. És akkor nem fogom lebuktatni az illetőt, de ezen a téren egy fontos ember, nem akupunktőrt sikerült egyszer rávennem, hogy nézzem be a kongresszusra. Elment oda, rövid időre, és utána azt mondta nekem, hogy ez borzasztó. Most ez az embernek szerepe volt bizonyos dolgokban, engedélyezésben, de soha nem ment el azelőtt, mielőtt az engedélyezéshez hozzájárult. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt igenis el kell menni az orvosoknak, és meg kell hallgatniuk, hogy miről szól ez a dolog, az elmélet micsoda. Pont azért, mert szerintem ezzel kezdtem, elmélet nélkül nem lehet kísérleteket végezni. Elmélet nélkül nem tudjuk megmondani, hogy egy kezelés sikeres volt-e, nem. Elmélet nélkül nem tudjuk megtanítani azt, hogy az a 6 orvos azért lehetőleg 5 közülük ugyanazt a diagnózist állítsa föl. Most nem tudom, hogy a tudományos orvoslásban mennyivel jobb a helyzet, de ez most lényegtelen, mert attól, hogy az egyik rossz, a másiknak nem kéne rossznak lennie. Tehát én úgy gondolom, hogy itt egy nagyon komoly szabályrendszer van, amit egyébként nem tudnak betartani. Hadd mondjak egy profán példát mondani. Az asztrológiánál vannak olyan tesztek, és direkt mondok egy ilyen elborult dolgot, mint az asztrológia, hogy vajon 10 asztrológus egy adott emberről ugyanazt fog-e mondani. Hát kiderül, hogy nem. Én ezen csodálkoztam. Az asztrológia lehet totálisan bullshit, ha van egy receptje, akkor azt megtanulják, és mind a 10 asztrológus ugyanazt a bullshit eredményt fogja hozni. Ugye? Most bocsánatot kérek akkor, most akkor áttérek az akupunktúrára, a hasonlatnak csak a nagyon magas szintű értelmezése, hogyha az akupunktúra egy tudomány, és azt megtanítják több éven keresztül, akkor annak ellenére, hogy bocsánat, tudomány, tehát egy rendszer, ami meg van határozva és definiálva van, ahogy mondod, akkor hogyha több orvos diagnosztizál, akkor azért komolyan hasonló eredményt kell elérniük, akkor is, ha az egésznek egyébként semmi köze a valósághoz. Csak akkor nem, hogyha maga definíció nincs, tehát építetek ágyat. Erről van szó. Ezt akartam kihozni, igen. Tehát nincs benne ez a szigorúság, amit a tudomány meg szokott követelni, hogy nem lehet csúsztatgatni. A másik érdekesség az, hogy az ilyen akupunktúra kongresszusokon és ha véletlen van itt akupunktőr, akkor azt hallgassa és vigye el üzenetként az akupunktőröknek, hogy soha igazából nem hallottam azt, hogy vitatkoztak volna a dolgokon. Tehát, hogy az egyik azt mondja, hogy de én ebből nem azt a következtetést vonom le, mert azért egyébként beszoktam ülni speciális okok miatt más orvosi kongresszusokra, ahol azért a felszólalók szoktak mondani, hogy de ez nem így történt, stb. Hanem elfogadják a másiknak a dolgait, miközben én ülök, hogy az előző előadáson pont az ellenkezőjét hallottam. Erre egyébként példa erre az egyik előadás, amit én nagy élvezettel hallgattam, sajnos nem tudom, hogy kitartott az előadás, és ugye persze nem volt szabad felvételt készítenem, a kopaszodás kezelése akupunktúrával. Na most az a helyzet, hogy az elején egy tökéletes, számomra tökéletesen érdekes leírást adott arról, hogy mit tudunk arról, hogy a kopaszodás hogy történik, és én biztos nem fogom tudni visszaadni a dolgot, de például elmagyarázta azt, hogy a kopaszodás az nem folyamatosan történik, hanem ilyen ütemekben, tehát hogy lelassul, fölgyorsul, lelassul, fölgyorsul, és hát ugye ő maga mondta, hogy hát akkor a páciensek akkor szoktak hozzám jönni, amikor már nagyon zavarja őket, hogy úgy látják, hogy hirtelen kell kezdenek kopaszodni. Eljönnek, kezelést csinálok, és 6 a kezelés, lelassul a kopaszodás, és egy év múlva visszajönnek hozzám, és akkor újból kezelem őket. Totálisan megmagyarázta az előtt, hogy ugye ő nem csinált semmit, hanem a természetes lefolyása a kopaszodásnak, ami történt, és nem vette észre, hogy ő maga magyarázta, tehát gyönyörűen az elején.
hogy miért hatástalan az, amit csinál. És ezt ott néztem így, és mondom, direkt nem trollkodtam, tehát én nem akartam beleszólni, hogy hát valaki biztos ezt itt majd megjegyzi. Nem. Csak hogy nincs fel ezzel, én is nem akarom törni, de ez ugye az meg oda ahhoz lehet kapcsolni, hogy szükséges, meg elégséges magyarázat. Tehát most lehet, hogy elég, vagy szükséges magyarázat annak, hogy igen, valami hatással, mi változásról, de nem elégséges magyarázat. Nem mutatja ki közt azt, hogy igen, ennek ez az oka, és ezért történt a változás. Vagy csak valamiért megmagyarázni, ugye ezeket a kis dolgokat ráhúzni, pedoktívan, bárkinek. Én is azt tudom mondani, hogy adott az imádkozás, azért jöttem én. Jó, azért egyik első ábrán, ugye a... hogy volt a... A tengelyekkel. Igen, a tengelyekkel, ugye nagyon szeretnénk, ha minden jobb fölül lenne, de azt tudjuk, hogy a modern orvoslásban, a tudományos orvoslásban sem feltétlen minden ott van. Ugye, tehát azt szoktuk mondani, hogy szeretjük azt, hogy evidence-based medicine, ugye, ami azt jelenti, hogy a bizonyítékok erőssége nagy, és egyébként ez egy probléma ma, ez a másik téma, ugye, hogy minden a statisztikai szignifikancia, és annak tudjuk, hogy milyen pihekkeléstől kezdve, milyen dolgok lehetnek, amivel elő tudunk állítani, akár nem szándékosan pozitív eredményeket, de azért az evidence-based medicine az egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy bizonyítékokat megkövetelünk, abszolút fontos. Manapság kezdenek megkülönböztetni valamit, amit nem kéne megkülönböztetni, de mégis kitaláltak rá egy nevet, a science-based medicine, amelyik az a jobb felső sarok, hogy persze evidenciánk van, de tudjuk a hatásmechanizmust is. Na most ez nem ez volna a legjobb persze, én csak azt mondom, hogy lehet használni valamit, hogyha nem abszolút tudjuk, hogy mi a hatásmechanizmus, de én állítom, hogy viszont olyan nem lehet, hogy semmit nem tudunk a hatásmechanizmusról. Tehát akkor egyszerűen nem lehet egy gyógyszerkísérletet, vagy valamit elvégezni. Nem tudjuk, hogy hol kell vágni, nem tudjuk, hogy milyen szert kell beadni, nem tudjuk, milyen dózisban kell. Akupunktorán is ezt mondtam, x évig tanulják azt a szabályrendszert, ugye? Tehát... Köszönöm szépen a figyelmet. Bocsánat. Ja, bocsánat, akkor még egy, igen. Csak annyit, hogy... Hát ugye azt valószínűleg tudjuk, tehát félig neked válaszol, hogy ténylegesen vannak az ember testén olyan pontok, amik ingerelhetők. Ezért például, hogyha megfelelően nyúlok oda, akkor elkezdesz visítani a siklandóság, még más emberek egészen máshol siklandósak. Úgyhogy az elmélet szerűségnek ez a része voltaképpen akár igaz is lehet, de legalábbis logikusan hangzik. Ami nem jelenti azt, hogy ténylegesen több hatása lenne a placebónál, csak ebben a mechanizmusban nagyon nehéz elvárni azt, hogy fix pontjait legyenek. Én nagyon nem szeretném, hogyha a placebo szó lenne itt az utolsó, mert nem arról szólt az előadásom, tényleg. Tehát, de komolyan, tehát ez azt hiszem fontos, tehát nem, hanem a kontroll. Ugye, tehát, hogy a kontroll szerepe nagyon fontos. A placebót ne keverjük ide, az egy rohadt jó dolog tud lenni. A kontroll az, amely meg a fontos a tudományos vizsgálatban. Rövid leszek, nekem a pártájásomat túlasztottam az akupunktúra 14 év ezelőtt, de kiderült, hogy az hamis akupunktúra volt, ugyanis a helyen ma is látszottuk, oké, de az is kiderült, hogy ez egy tetoválás. Bocsánat, segíts szeretném. Köszönjük szépen, ez egy jó befejezés volt.